Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és ez annyira ünnepélyes ez a pillanat, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenki azzal kezdi, amit el akar mondani. Én is azzal fogom kezdeni, amit el akarok mondani. Tehát ez gondolom eléggé érthető és világosan nyomon követhető. A mai előadás témája Koppányvezérész Szent István lett volna, hát reményeim szerint a Montekit választanál elv jegyében Koppányvezérről és Szent Istvánról is esik majd szó. És maga a téma választás egyáltalán nem véletlen, hiszen most már az elmúlt idők folyományaként elérkeztünk, tehát ahogy vissza tudjuk pörgetni az előadások menetét, elérkeztünk a Szent Istváni konfliktusnak a közelségébe. És ha nem tisztázzuk rögtön az elején ezt a hatalmas nagy és nemzet életét mai napig meghatározó kérdést, akkor egészen egyszerűen nem tudunk előre lépni. És belekeveredünk olyan áldatlan, teljes egészében fölösleges vitákba, aminek itt is azért az ember tanúja volt, amikor Molnár Attila és illusztris közössége, csapat a baráti társasága, itt tényleg éjt-nappallá téve fáradozik, és akkor az a legfontosabb dolog, hogy a mikrofon kinek megy át a más kezéből a kezébe, és mi történik ott fönt. Tehát ha nem tudunk fölnőni eseményekhez, és most azért tudni kell valamit, jelen pillanatban olyan, mintha zajló jégtáblákon a folyón kelnénk át. Tehát ahogy Molnár V. József is elmondta, azt lehet tudni, hogy hova kell a következő lépésre a súlypontot helyezni, de hogy mi történik utána ilyen időkben, nem nagyon lehet kiszámítani. Tehát éppen azért, hát itt most már nem tudom, hogy akiknek szól a mondat, azok ilyenkor emigrálni szoktak, tehát egymásnak ne nehezítsük meg, teljesen fölösleges, hogy úgy mondjam, oda-vissza párbeszédekkel azt, amit tényleg nem illik megnehezíteni. Tehát sokkal fontosabb dolgok is vannak annál, hogy egy bizonyos nézőpontból az ember állandóan csak azt hirdesse, amihez abban a pillanatban ragaszkodik. Tehát ilyenkor engedni kell, nem egy ilyen belső, hogy úgy mondjam, és külsőleg irritált pszichikai indulatoknak, hanem ahogy Attila királyról az a hír járta, hogy engadiban nevelkedett, akkor ezt az engadiban való nevelkedést pontosan ilyenkor fölfelé irányultság révén próbáljuk meg belülről megvalósítani. Hát most aztán tényleg tudni kell azt, hogy mit jelent, ha egy nemzetnek az első királya engadiban nevelkedik. Tehát nem az a legfontosabb, hogy állandóan mindenre, de nekem a krétám ugye lehet piros-fehér zöld, senki nem fogja a krétát mondjuk más színűnek nézni. Tehát ilyen szinten nem lehet előre jutni, föl kell nőni. Most 1956-ban éppen az volt a csodálatos, hogy az első szikra kipattanása után az emberek fölnőttek a feladathoz. És igenis üdvözölni kell azoknak a törekvését, akik tovább akarnak lépni. Tehát itt lehetett olyan hangokat hallani, én is ismerem a listát, én is ismerem a névsort, fisztenek olyan nevekhez, most itt kifejezetten nem említek meg neveket, mert akkor palotaforradalom lesz. De jelen pillanatban, ebben a helyzetben most ennél jobb megoldás éppen annak érzékeltetésére, hogy a világ közvéleményét ne lehessen oly módon hangolni, hogy ez egy szélső jobboldali terrorista mozgalom. Na most éppen ezért áldani és üdvözölni kell azt a bölcsességet, akik ilyen körből válogattak. Tehát ez most az első lépés. Megyünk át a áradó folyón, zajlik a jég, és tényleg csak azt lehet tudni, hogy a következő jégtáblát megtaláljuk, mert különben nem érünk át a folyó túlsó partjára. Tehát most egy hétig ez a megoldás, ez tényleg jó. Na most ugyanakkor pedig nem akarom, és hogy az igazi bajok nem ott vannak általában, ahogy sejtjük, tehát ma a legnagyobb baj az úgynevezett nemzeti oldalon van. Miért? Azért, mert akik nem az úgynevezett nemzeti oldalon vannak, azokról lehet tudni, hogy kicsodák. Akik viszont az úgynevezett nemzeti oldalon vannak, azokról nem lehet tudni, hogy kicsodák.
Tehát 16 évvel az úgynevezett rendszerváltás után, ha az ügynök listát nem teszik napnál is világosabb gyorsasággal nyilvánosság elé, akkor itt 5-ről a 6-ra nem lehet majd jutni. Tehát az első legfontosabb követelmény az ügynök listáknak a nyilvánosságra hozatala. Lehet, hogy nagyon kellemetlen meglepetésekben lesz részünk, de most már ember életek forognak kockán. És ezt tisztán és világosan kell látni. Most ha idáig nem jut el egy csapat, akkor ne is induljon neki a következő lépésnek. Mert tudni kell azt, hogy ilyen szintű szerveződések vonalán ők sokkal erősebbek és hatékonyabbak. Tehát hogyan lehetséges az, hogy Európában, egy közép-európai területen, itt beleértve a Kárpát-medencében már bent lévő népek országait, Kárpát-medencén túllévő népek országait, mindenhol az első lépés az úgynevezett nagy váltás után, mi volt az első lépés? Németországba például, Csehországba soroljam a példát. Ügynök listákat nyilvánosságra bocsájtották. Mivel itt nem tették meg, ez mit jelent? Az, hogy az ügynökök dolgoznak. Se többet nem jelent, se kevesebbet. Ez az első kör. A másik kör pedig egy kicsit kekeckedő lépés, és ez most tényleg nem fontos, de ha ne adj Isten eljönne az ideje, akkor éppen azért, hogy az utókor tanuljon, a jelenlegi, hangsúlyozom, ez már pedagógia. Ez már majdnem gyógypedagógia a jövőnek. Tehát a jelenlegi országgyűlést kötelezni kell arra, hogy nyilatkozzanak, hogy melyik ország állampolgárai, és hogy milyen külföldi titkos szolgálatnak a tagjai. Na most ez nyilvánvaló módon nem fontos, de a jövő szempontjából hihetetlenül lényeges, hogy még egyszer ne forduljon olyan helyzet elő, ami most tapasztalható. Na most lehet érzékelni, hogy innentől kezdve, hát én nem a mámor jegyében fogok itt értekezni, mert a veszély, ha nem tudunk egy veszéllyel méltó módon szembenézni, akkor a jövőt tesszük kockára. Azt gondolom tudjuk. Na most azok az események, amelyek itt elkezdődtek, ezek nem lesz népszerű, amit mondok, de ez egy regény író forgatókönyve alapján kirobbant esemény sorozat. A regény író először a táncművészettel próbálkozott, ott tulajdonképpen olyan fényes karriert nem futott be, ugyan a világ hírnév már-már majdnem szárnyra kapta, de ez még kevés volt a világ hírnévhez. Na most fél év óta, fél éve egyértelmű módon ezt a nemzetet előtte is már 1686 óta, 1526 óta, 1541 óta a nemzetet egyfolytában provokálják. Igen ám, de a fél évvel kezdődött események teljesen egyértelműen jelezték azt, hogy itt egy nagyon mocskos forgatókönyvet írtak valakik. A magyar nemzet sorsát, a magyar nemzet létét a Kárpát-hazában végleg már el akarják intézni. Trianont ugyanis még nem sikerült befejezniük. A gúzsba kötött nemzet, 15 millió magyar a Kárpát-medencében, elkezd szépen, hogy úgy mondjam, ébredezni, nem túlságosan látványos módon, de a magyar a Kárpát-medencébe kezdi a magyart megtalálni. Erre feljönnek a december 5-i történések. Most december 5-én megint csak nem a túloldal vizsgázott, miért? Hanem kiderült, hogy a jelenlegi nemzeti oldal félművelt, dilettáns, kétbalkezes, szenilis, szerencsétlen emberek konglomerátumából áll. Most lehet ő a Magyarok Világszövetségének elnöke, lehet a szomszédom, lehet az unokabátyám, lehet az unokaöcsém, de ez egy tehetségtelen pancser banda. Most ezt nem veszük tudomásul, és állandóan közbeszólunk akkor, amikor itt tényleg láglelkű fiatalok most megpróbálják a tehetséget a mélyből felhozni, akkor megint nagy baj lesz. Most egyelőre nem akarok az események, hogy úgy mondjam, elejébe vágni, de figyelmeztetni szeretnék mindenkit.
a kettős állampolgárság témáját annak idején, mert mi annyira rövid távon gondolkozunk, hogy sokszor azt sem tudjuk, hogy tegnap előtt ki mit mondott. Nem áll össze a kép, hogy miért én erre nem tudok válaszolni, pedig néha annyira egyértelmű az, ami történik, hogy utána az ember nem tudja, hogy azok abban a pozícióban mégis miért maradhattak meg. Szerbia bedob egy témát Magyarország belsejébe. Kettős állampolgárság. Én pontosan tudom azt, hogy a kettős állampolgárság évtizedes, hogy úgy mondjam, háttérre figyelembe véve mindig napirenden van. Na de engedelmet kérek. Ne Szerbia dobja be itt a köztudatba, hogy lehetne kettős állampolgárságot megadni. Na most abban az időben, hogy ki volt Magyarország kormányának élén, lehet tudni, éppen azért, akik felelősen gondolkoznak, egy ilyen nemzeti sorskérdést akkor, ha van eszük és felelősségtudatuk, mert nem tudják a választások eredményét ellenőrizni, tehát nem erőlködnek. Na most átviszik, hogy úgy mondjam, mégiscsak az ügyet, előre le lehetett kottázni, hogy ennek mi lesz a végeredménye, és ilyenkor viszont nekünk a hajóról az ilyen embereket, hogy ne süllyedjen el a hajó, emlékezzünk Jónás próféta példázatára, de nem mai ügyekről van szó. Ha valaki alkalmatlan, alkalmatlan. Ha tegnap előtt alkalmatlan volt, holnap után, nem biztos, hogy alkalmas lesz. Nos, hogyan lehetséges az, hogy ilyen emberek még mindig a helyükön vannak? Ezek a kemény kérdések. Na, az, hogy ki Gyurcsány Ferenc, pontosan tudom. És Gyurcsány Ferenc, ha nem népszerű, amit mondok, de bennünket nem tévesztett meg. Most az ügynök listákat, ha nem hozzuk nyilvánosságra, vagy nem hozzák nyilvánosságra, akkor összeáll egy új banda, és hogy stílusos legyek, ami ebből a szempontból, ha mondjuk van egy konyha, mi ezt a konyhát nagyon szeretjük. Igen ám, de nem is erről van szó, tehát általában a konyha készítés művészetéről. Mérgezett ételt készítenek éjjel és nappal. Most hiába cseréljük le a szakácsot, hogyha a mérgezett ételek alapanyaga mérgezett ételként ugyanúgy megmarad. Tehát egy kicsit a dolgok mögé kell néha kukkantani. Lehet, hogy fájdalmas lesz, lehet, hogy szigorú, amit mondok, de most vagy soha. Tehát a tisztaságra ügyelni kell. És hogyha a mi köreinkbe hazudoznak, úgymond, az ugyanolyan hazugság, mint hogyha Grönlandon hazudoznak. És azért lehet tudni, hogy a nemzet nevében kik hazudoznak itt már 16 év óta. Na de, visszaszaladva az eseményekre, és tényleg mindig az ember azt mondja most itt egy belső hang, hogy most kell a bátorítás, most kell a biztatás, most kell a szelíd hang. De hát most az a helyzet, hogy egy kicsit néha felszaladnak a dolgok. Na de. December 5-én nagyon szépen le lehetett volna vezetni azt a sok hatást, ami a kárpát-medencei magyarságot érte, hogyha valaki kellő időben, kellő bölcsességgel olyan dolgot mond, ami valóban eljut a szívekhez. Ez nem történt meg. Na most emlékezzünk az akkori forgatókönyvre. Egy népszerű filmsorozat, ilyen több részben fut, már ilyen űrfilmről van szó. Na most annak az egyik főszereplője, ez már lehet tudni, hogy kiről van szó, nem főszereplője, mellékszereplője, Jabba vagy Jada Samadhi névre hallgató, Jabba nevezetű, iszonyatos szörnyeteg. Na most ennek dublőrje Vritko Emilia. Na most Vritko Emilia bejelenti december 5-én 8:30 tájékán, hogy a szavazatok összeszámlálása miért nincs eredmény. Mert sokáig tart, éjfél előtt nem várható eredmény. Aztán rájönnek valamire. Annyira bambák itt az emberek, hogy majd bolondok lesznek éjfélig, várni az eredmény kibocsájtásával, ami hamis eredmény. Rá negyed órára közzé teszik a végeredményt. Na most hangsúlyozom, hogyha nem az ország színe előtt történne,
hanem egymás között is rusmusból szivárognak ki, akkor lehetne azt mondani, hát elhisszük vagy nem hisszük, de elhangzott. Na most ugyanakkor pedig van egy válogatott csapat Magyarországon, akik majd az esti krónikába, élő egyenes adásba interjút fognak adni. Már reggel óta lehet látni, ahogy pörögnek az események, hogy itt valami nagyon nagy baj készül. Miért? Mert 6 órakor a Kossuth Rádióban úgy kezdődött a híradás, hogy feltűnően kevesen mennek a szavazóurnákhoz. 6 órakor, ugye? 7 órakor szokatlanul kevesen járulnak a szavazóurnákhoz. Magyarul ez mit jelent? Ne menjen senki szavazni, mert úgysem megy senki szavazni. Na most értelmélyű ember, hangsúlyozom, történelmi tapasztalatokkal, politológiai, politikusi szinten, és egyéb, hogy úgy mondjam, háttérvilággal, hogyha rendelkezik. Már ebből érzékeli, hogy itt valami a háttérben készül. Tehát ez mit jelent? Összejönnek 9-kor a fiúk, Vritko Dzsaba Szamádi nyilatkozata után, összejönnek az öltözőbe a fiúk, és következőre figyelmeztetik egymást. Itt a nemzet megosztását nagyon jól előkészítették. Most rajtunk van a világ szeme. Erdélyi, felvidéki, délvidéki. Amit mi mondunk, az a magyarság lelkére legalább egy évig hatással lesz. Most egy lelki pásztornak ezt tudni kell. A lelkek pásztora azért lelkek pásztora, mert jó és rossz tulajdonságait tekintve az emberi lelket irányítani, vezetni, kormányozni tudja, át a veszélyeken, át a bajokon, át a betegségeken, át a kétségbeeséseken. De ha nem is így lenne, egy lelki pásztornak egy bajba jutott nemzetet, az egész nemzetet biztatni és bátorítani kell. Na most mi hangzott el az interjúban? Nevet nem mondok, aki nem találja ki, az vessen egy követ. Hát mostában ez egy nagyon divatos, hogy úgy mondjam, igaz, hogy nekem már izomlázam van néha, de hát azért ez nem akármilyen gimnasztika. No, minden esetre tényleg megmondom őszintén, hogy én nem tudok ilyen dolgok mellett elmenni. Tehát aki egy évvel ezelőtt lelki válságba sodorta a nemzetet, az most hallgasson. És örüljön neki, hogy nem kérjük számon, hogy akkor mit tett. Hát aki akkor Erdélybe járt, pontosan tudta, hogy az ő nyilatkozata milyen iszonyatos helyzetet teremtett. Erdélyben egy székelynek amúgy is vannak magánvéleményei, ezzel mindig lehet találkozni. Miért? Mert a Habsburg kultúr propaganda már székely és magyar között mindig ügyes ellentéteket próbál szítani. És ha egy nép nem ismeri a történelmét, ha egy lelki vezető, egy lelki pásztor nem ismeri annak a népnek a történelmét, akkor történelmi helyzetben legjobban teszi, hogyha hallgat. Akármennyire híres, akármennyire történelmi események főszereplője volt egy adott esetben, annál jobban teszi, hogyha hallgat. Minden magyar krónika elmondja, hogy azok a magyarok, jegyezzük meg ezt a mondatot, és ha Erdélybe mondjuk, bárhol, a Csíkszeredától kezdve Csíksomjón át, bárhol, hát nem túlságosan messze van egymástól, tehát bárhol, azért mégiscsak tudni kell valamit. Mert ám vannak ilyen mondatok, hogy a székely az, azok a magyarok, akik Attila távozása után a Kárpát-medencébe maradtak, visszavárni a visszaérkezőket, azok a magyarok nevet változtattak, visszavonultak, és székelyeknek nevezték magukat azok a magyarok, hogy a támadó népek ne ismerjenek rájuk. Most visszahagyjuk magunkat szórakoztatni. Teljesen mindegy, hogy Székely atyafi mondja, vagy Kristó Gyula mondja, Székely atyafi téved, Kristó Gyula meg hazudik. Na most ennyire azért egy nép vezérkarának saját népe történelmét illik ismerni. A nyilatkozat a következő módon kezdődök. A magyar zsebében hordja a szívét. Elhangzott? Elhangzott?
Most ne csináljunk úgy, mintha nem hangzott volna el. A riporter pedig felhívja a figyelmét, hogy azért mégsem kellene így beszélni. Élő egyenes adás. Erre mi volt a válasz? Hát Ady Endre is szerette a magyar, és Ady Endre is korholta és ostorozta. Ő Ady Endre volt abban a korban, de meg egy válsághelyzetben egy ördögi színjáték főszereplőjévé váltál. Na most, ha ennyire dilettáns és vak emberek kerülnek szóhoz, akkor lehet tudni, hogy december 5-ei forgatókönyv most a forró kései szeptemberrel általuk folytatódni fog. Nincs alkú, világos? Nincs alkú. És hogyha ebben mi engedékenyek vagyunk, akkor nem lehet ezzel mit kezdeni. Van egy szellemes sporthasonlat, nem azért szellemes, mert már én unom annyiszor mondtam, de mégis a példázat kedvéért el kell mondani újra és újra. Most a mesterünk beküldi a 11-et a pályára. 89. percben még döntetlen az eredmény, de ha nem győzünk, nem jutunk tovább. 89. perc. Holott már 89 perce az ellenfél ötösén belül pattog a labda. Nem tehetünk róla, pattog a labda, nem lehet kézzel megfogni, megállítani, mert a labdának van egy természete, ha mozgásban van, akkor pattog. Ide-oda. Jön a csodacsatárunk, neki szalad, védelem az szétterült már, testsel erre, testsel arra, és nem találja el a labdát. És már 89. percben, minden percbe jut egy olyan esemény, hogy ő nem találja el a labdát. Na most ilyenkor mi egy népnek a kötelessége? De tényleg kötelessége. Nem az a kötelesség, hogy bekiáltunk, hogy hazaáruló, hanem az a kötelességünk, hogy a kispadon még ülnek tehetséges csatárok, ezt a szerencsétlent lehívom, mert alkalmatlan, beküldök valakit, aki az ötös előterében való pattogó labdát a lét alá bevágja, és el van intézve az ügy. Tehát hangsúlyozom, december 5-e, itt már megmutatta a nemzetnek, hogy ki mennyit ér. Lehet látni. És hogyha egy leszerepelt válogatotthoz ragaszkodunk, akkor nagyon nagy baj fog történni. És ezeknek az embereknek egyetlen egy tulajdonságuk van, a náluk tehetségesebbet maguk mellől elmarják. És akkor jön a következő tétel, a forgatókönyv. Na most ez olyan szép történet, hogy néha már az ember azt hiszi, hogy ez a parketvirtuóz, valószínűleg sármos tulajdonságait figyelembe véve a vörös ördögök csapatban kezdte a parkettal való beható ismerkedését. De hát ezt majd az utókor el fogja dönteni, hogy melyik páholy és milyen színezetbe indul. Lehet, hogy a sárga ördögök vezér, ez tényleg most nem ez a legfontosabb ebből a szempontból. Fél éve provokálják a népet, de tényleg fél éve, arcátlan módon, előtte is, de fél éve pontosan lehet érzékelni, hogy mire megy ki a játék. És természetesen a nemzet nem mozdul. Nagyon bölcsen, nagyon helyesen, mert egy nép mindig pontosan érzi azt, nem a tudatosság szintjén, az ösztönöknek a szintjén pontosabban érzi, mint mi, akik néha türelmetlenek vagyunk, hogy mikor, minek jön el az ideje. Na most van egy nagyon szép népdal kezdet, és hát nagyon sok változatát ismerjük, hát két út áll előttem, melyiken induljak. Na most egy biztos, az események két úton mennek egyelőre. És addig kell nekünk észnél lenni, amíg ez a két út nem találkozik. Mert az egyik úton előírták az események történését. A másik úton pedig a szabadság tiszta fénye és ereje hatalmas fénnyel ragyogtatja be az egész világot. Tehát ha mi meg tudunk maradni a saját utunkon, hiába írnak forgatókönyvet, hiába vannak elképzeléseik, 1848 miről nevezetes? Az, hogy nem spontán módon robbant ki, hanem egy világ szabadságharc eszme nevében szabadkönyves páholyok kirobbantották. Történelmi tény.
ha valaki túlságosan ostorozónak gondolja e szavakat, és részlehajlónak, vegye elő Petőfi Sándor e tájban született verseit. Világszabadság. Na most azok a tábornokok 49-ben tavaszi hadjárat környékén, akik nem magyar születésűek, nem magyar származásúak voltak, jelentkeztek Kossuthnál, és személyre vetették a következőket. Hát ez magyar szabadságharc. Ők világszabadságharcért dolgoznak. Hogy érthető legyen, kozmopolita elveknek a bajnokai. És Kossuth erre mit válaszol? Az a helyzet, hogy ez egy népnek most már, élet-halál harca. Erre a tábornokok, katonatisztek mit mondtak? Akkor köszönjük szépen, nekünk a magyar szabadság nem kell, nekünk világszabadság kell, világköztársaság, és elhagyták az országot. Akik maradtak, ott van a névsoruk, és ott van az arcképük. Na most minden történész tudja, hogy bizony az a vihar söpör akkor végig Európán, amit provokatőrök, úgymond időjárás manipuláció révén kialakítottak. 1956-ban mi a helyzet? Most az egyik utat járjuk végig. Tehát azt az utat, amire oda kell figyelni, ha nem akarunk nagy veszélybe jutni. Kirobbantotta ki 1956-ot? Hol robbantották ki? Hol döntötték el? Moszkvai pártpolitikai érdekeknek megfelelően gerjesztették az eseményeket. Minden 56-os hős elmondja. Tehát hangsúlyozom, nekem vannak 56-os rokonaim. Tehát élnek, halnak a szabadságharcért, halálra ítélik őket, felmentik, de illúzióval, vak hittel nem ringatják magukat. Tehát tudni kell azt, hogy mikor mi történik. Na most itt tényleg mi történt? Az, hogy elindul a folyamat, és mi ezek dilettánsok és beteg emberek, és a szabadságot semmilyen irányból nem ismerik, ezért mégsem tudnak egy népet manipulálni. Tehát máshogy akarják, hogy történjen, és a nemzet mégis a világ legnagyobb csodájára képes. Hatalmas nagy csodára képes. Na most jelen pillanatban a legrosszabb forgatókönyvet írták meg. Miért? Mert 1956-ban még viszonylag, látszólag, világ nyilvánossága előtti látszólagos létet jelent, meg volt osztva a világ. Tehát ez azt jelenti, hogy látszólag úgy tűnt, hogy akik nyugatra vannak, azok olyanok, akik keletre vannak, azok amilyenek. Mi már pontosan tudjuk, és megint a klasszikus példázat, kérdezzünk meg egy becsületes színvakot. De ez most nagyon fontos, erkölcsi kérdések folyamányaként jelenik meg. A színvak nem lehet Gyurcsány Ferenc tanítványa, tehát már hozzá kell tenni, nem lehet barátja, nem lehet szimpatizánsa, mert ő maga, hát azért ne ítéljük túl a képességeit, de a középkori misztikában meg szokták említeni az ördög majmát. Nem maga az ördög, hanem az ördögnek a majma. Most az ördög majma az ördögöt utánozza. Miről lehet fölismerni? Vegyük elő a János evangéliumának ide szóló fejezetét. Amikor Jézus az írás tudókkal és farizeusokkal vitába bocsájtkozik, és az írástudók és farizeusok azt mondják, hogy az ő atyjuk Ábrahám. Tehát mi tudjuk, hogy ki a ős, mondják ők, Ábrahám, te meg ki vagy? Mondd meg, hogy ki vagy. És erre Jézus nagyon szépen, türelmesen válaszol. Ha ti Ábrahám gyermekei volnátok, akkor követnétek engem. De ti az ördög atya gyermekei vagytok, és onnan lehet felismerni, hogy a hazugságnak az atya, és hogyha beszél, akkor csak hazugságot képes szólni. Most ez egy nagyon kemény pillanat az evangéliumnak ebben a szakaszában. Tehát megnevezi a hazugságnak a forrásvidékét. És kiderül, hogy a hazugság forrásvidéke az nem egy ilyen elnézhető kis csecsebecse dolog. Hát lehetett hallani olyan képviselőt,
nem mondom a nevét, de a szadizmus alapján ki lehet találni, hogy melyik pártról van szó, mert az a párt, az a szadizmusról kapta a nevét, úgy is viselkedik egyébként. Ezt gondolom azért tudjuk. Tehát szemrebben is nélkül elmondja, hogy miért kell ebből ügyet csinálni, hát ő is, mint édesapa, otthon hazudik a gyereknek, hogy az ajándékot a Mikulás vagy a Jézuska hozza. Most valami elképesztő cinizmus, valami hihetetlen cinizmus. És gondolom érzékeljük a világ sajtónak ezt a cinikus összekacsintását, amilyen mindenki hazudik. Most itt kell észnél lenni, ugyanis trónra akarják ültetni a hazugságnak a gyermekét. Tehát új világkorszak kezdődött. Ezt 2002-ben gőzerővel elkezdték, hogy úgy mondjam, működtetni, és emlékezzünk vissza arra, hogy tőlünk nyugatra, hát aki vissza tud emlékezni, meg látta és ott volt, de annak az uniónak, és akkor itt egy szál azért elvarratlanul maradt a hazudós vagy őszinte színvakkal, tehát becsületesnek kell lenni ennek a színvaknak. És fel kell tenni a kérdést. Ő mint szakértő. Ő egy szakértői színvak. Erről nagyon híres, több diplomája van. Minden szint összetér, ezt a színeket nem érzékeli. Tényleg szakértő. Mondja meg, mint szakértő. Mi nem értünk hozzá, hogy a sárga ötágú csillag, a vörös ötágú csillag és a fehér ötágú csillag között mi a különbség. Erre a becsületes színvak, mint szakértő, örvend és mosolyog, végre eljött az ő szakértelmének diadalmas pillanata. És azt mondja, hogy nem fogjuk mi elhinni, ő ezt tudja, de hát ő szakértő. Semmi különbség nincsen. Az ötágú csillag, ötágú csillag. És akkor megkérdezünk egy filológust, hogy ugyan már mondja meg nekem, hogy az unió között mi a különbség? Mit fog erre mondani a becsületes filológus? Nem fürológus, hanem filológus. Mit fog erre mondani? Hát végre eljött a szakértői nyelvtudománynak az ideje, leírja nekünk, hogy az unió akkor is unió, ha szovjet szó szerepel előtte. Akkor is unió, ha Európa szerepel előtte. És akkor is unió, ha Amerika szerepel előtte. Na most jelen pillanatban készül az unió. Ez az unió az összes sötét uniónak nagy végjátéka. Világköztársaság. Világköztársaságnak pedig van egy újabb, hogy úgy mondjam, lépése, legalábbis ebből a szempontból, a hazugság gyermekét trónra akarják ültetni, és figyeljünk oda, mert ez tényleg rendkívül rafinált és ördögi. Bár világköztársaság, és mégis királyt akarnak trónra ültetni. Most erre szokta azt mondani az ember, hogy na hát akkor megkérdezzük a filológust és a színvak barátunkat, hogy ehhez ugyan mit szólna. Hát ehhez már ők sem tudnak hozzászólni, mert ebből nekünk kell érteni. Van egy nemzetbiztonsági szakértő, most egyébként én nem tudom, hogy miért, elég jól szólt hozzá a dolgokhoz, óceánon túl. Következőket írja. Interneten hozzáférhető. Magyarul, ha jól tudom, megjelent, szó szerint a következőket mondja. Brzezsinszkinek hívják az illetőt. Aki a világ feletti uralmat meg akarja szerezni, az foglalja el a föld szívét. Aki elfoglalta a föld szívét, az birtokba vette Európa közepét. Aki birtokba vette Európa közepét, az uralkodik az egész világon. Nem tehetek róla, nem én fogalmaztam meg. Na most hol van a föld szíve? Ezt úgy is szokták mondani, Dalai Láma Dalai óta, hogy a föld szív csak rája. Hát az a földrajzi terület, amit a Duna mint folyó, és a hegyek mint egy ölelő rendszer
szépen körbefognak, tehát ha ránézünk a Kárpát-medencé domborzati térképére, keressük a régi magyar királyi központot, nem nehéz kitalálni azt, hogy a középkori magyar oklevelek, amelyek országunk szívéről beszélnek, azok nem elvi úton értekeznek az ország szívéről. A szívnek milyen a tulajdonságát szoktuk leginkább emlegetni? A dobogást. Most ennek a rendszernek kellős közepét hogy nevezik? Dobogókő. Na most jelen pillanatban a Pilis megmentésre vár. Miért? Mert miközben Pilis kutatók azon vitatkoznak, minél kijebb a Pilistől, hogy hol lehetett Buda a központtól, hol lehetett Fehérvár, bizonyos érdekeltségi körök pedig az áldatlan vita keresztüzében egyre beljebb mennek a Pilis belsejébe. És itt ma már gyakorlatilag, hát nem is merem elmondani, hogy milyen síralmas a helyzet. Tehát érthető legyen valami. Jaj annak a nemzetnek, aki csak akkor fissen a szilánkhoz, amikor az a kutya is fel tud ugatni, amikor a gazdája már fél horsra verte. Én nagyon szerettem volna akkor látni egy erőteljes megnyilatkozást, amikor ez a parkett ördög azt mondja Szűz Máriáról, hogy a nemzet válláról levette a kezét. Majd utána mit mond az országról? Egyetlen egy jelzőt használ folyamatosan. Na most ezt miért nem teszi szóvá senki szinte? Ez Szűz Mária országa. Na most, ha ő több órás beszédben, aminek egy rövidített és kevésbé rövidített változata van forgalomban, állandóan a kurva jelzőt használja, hát akkor el lehet tűnődni, hogy mit és kit sérteget egyfolytában. Na de visszatérve tehát a fősodorhoz, miután nagyon bölcsen, hangsúlyozom, de végtelenül irritálóan nem mozdul a nemzet, ez a vörös, nem is, nem, tényleg nem lehet rá jelzőket találni, mert ha én valamit mondanék, akkor a szót sajnálja az ember ilyennek a minősítésére. De azt mondja, hogy gyerekek, itt nem mozdul senki. Semmi baj, Harry, vedd elő a zsebedből a kazettát. És Harry előveszi zsebéből a kazettát. Világos? Na, ezt nevezik nyílt provokációnak. És ez az első tétel. Tehát ezt tényleg látni kell. Most nem a mi utunkról beszélünk, mert az csodálatos és gyönyörűséges. De tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a globális helyzet milyen a világban. Ezt nagyon kell tudni. És ehhez mérten kell mindig a következő jégtáblára, a zajló vizen rálépni. És érzékelni kell, hogy nem lehet az a jégtábla vékony, nem lehet repedezett, mert hiába lépek át az egyik jégtábláról a másikra, be fog szakadni alattam. Tehát ha túl sok nehéz teherrel akarunk átmenni, akkor nem fogunk átjutni. És ezek erkölcsi terhek. Tehát egymás között mi ugyanúgy nem hazudozhatunk, hogy azért rendes ember, miért nem rendes ember. És ha ezt valaki tényleg nem érti meg, akkor én folytatom az előadás menetét a megkezdett úton. Ez még mindig jobb, mint hogyha valamilyen más ösvényen lendülnénk tovább. De egy biztos, meg kell kérdezni, és ez most miért, mert most észbe tudjuk tartani az események menetét. Hogy az elvtárs mit keresett Szocsiban. Most ezt meg kell kérdezni. Tehát ha egy népet be lehet etetni azzal, hogy az elvtárs azért ment Szocsiba, hogy a gázvezetékek lefektetési nyomvonalát eldöntsék, és a gázról elosztók helyét kitalálják, túl rövid volt a tárgyalás, és Szocsiba azokat az elvtársakat szokták hívni, akiket további kiképzésnek szokták alávetni. Ez még nem ért véget. Ennek az embernek imbolyog a széke, de egy biztos. Itt a világpolitikai drámát az jelenti, hogy bizonyos érdekeltségi maffia körök egymás zsebéből a pénzt hogyan veszik ki. Tehát jelen pillanatban egy áldatlan világmaffia belháborúdul fölöttünk. Miért? Azért, mert 4 év alatt
ezek több uniós pénzt vágtak zsebre, mint amennyit a Kádár korszakban hitelbe fölvett az akkori gazdasági vezetés. Na most ez pusztán az uniós pénzek. Ugyanakkor pedig több kölcsönt vettek fel a Világbanktól és Valutaalaptól, mint a Kádár korszak úgy egészébe. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Ezek annyit loptak, csaltak, hazudtak, hogy mi ezt el nem tudjuk képzelni. Igen, ám, de mások is csalnak, mások is lopnak, és mások is hazudnak. Tehát Szletó bácsi zsebe tele van pénzzel. De Brüsszelben vannak olyanok, akik Szletó bácsi zsebéből, saját zsebükbe bele szeretnék tenni azt a pénzmennyiséget. Vannak viszont olyanok, akik még több pénzt akarnak bele tenni. Tehát itt nem szabad hagyni, hogy félrevezetés áldozatai legyünk. Tehát ez, hogy éppen mi történik a világ politikában, tudni kell, hogy bizony sajnos itt olyan döntések vannak, miért? Mert Magyarországot megszállás alatt tartják, tehát Magyarország egy megszállt ország. Pontosan olyan megszállás alatt van, mint amilyen alatt volt a rendszerváltás előtt, csak még sokkal rafináltabb módon. Mert azóta most már bennünket gyarmatosítottak is. Na most ez mit jelent? Mondok egy nagyon durva példát. Valaki beszél a Kossuth téren az emelvényen, élő egyenes kapcsolat, rendőrtisztől kérdezi egy ilyen leginkább teknős békára emlékeztető balgatag ember, aki egy sárkányölő szentről kapja a keresztnevét, bár úgy viselkedne, tehát ismerjük ezt a nem tudom milyen balgata tekintet, és akkor néha így a ceruzájával úgy játszik, riportalanyai pedigre. Na most a vallató tisztek azok így szoktak ám interjút készíteni. Hát ezek állandóan lebuknak. Tehát nem is az a lényeg, hogy vallató tiszt az elvtárs, vagy nem vallató tiszt. Megkérdezi a rendőrtől, és itt kell nagyon észnél lenni. Mert ez azt jelenti, hogy nagyon kemény a helyzet. Megkérdezi a rendőrtől, hogy most ki beszél a színpadon. A rendőr erre mit válaszol? Egy fiatal rendőrtiszt. Következőket mondja. Nem tudom, hogy ki beszél. Hát valaki a szónokok közül. Erre ez az ember élő egyenes adásban mit mond? Az egy körözött személy. Le kell tartóztatni. Na most tudjuk, hogy ez mit jelent? Egy rabszolgatartó társadalomban a rabszolga legnagyobb ellensége, sajnos a másik rabszolga. De mi már a rabszolgatartót keressük. Ugyanis miközben a rabszolgásított rendőrség a rabszolgásított nemzettel farkas szemet néz, a rabszolgatartók egy külön apparátussal dolgoznak. Tehát hogyan lehetséges az, hogy a térre kivezényelt elit rendőri alakulat telistele nyomozókkal nem tudják, hogy ott egy általuk körözött személy éppen szónoklatot tart. Most teljesen mindegy, hogy mi őt, aki szónokol, hogyan ítéljük meg. Hogyan lehetséges viszont az, hogy akik pedig ott vannak, azok tudják, hogy ott ki beszél. Hát megmondom, hogy működik egy másik apparátus. Tehát itt nem a rendőrrel van a, hogy úgy mondjam, a mérkőzés, hanem ezzel a láthatatlan szervezettel. És ez a láthatatlan szervezet, ez nagyon ott van. Hihetetlenül ott van. Azért képzeljük el, hogy a sötétbe felmegy ez a szerencsétlen a színpadra, kettőt nyifog, és ott már lehet tudni. Na most az, hogy ez véletlen, amikor így kijön valami, vagy direkt csinálják, mert szerepeket mindig ki kell alakítani. Ez egy külön téma. Na most jön az utolsó ebből a szempontból, ami a tévé előtt történt. Most gondolom, tudjuk, a televízió épületét senki nem ostromolta meg úgy, hogy el is foglalta volna. Tehát megint van egy alapvető kérdésünk, 10 óra, és hajnali 3 óra között mi történt a rendőrségen belül. Tehát ezeket az embereket magukra hagyták, ott hagyták. Tehát ezek tényleg nagyon nehéz helyzetben voltak,
nem kaptak felülről irányítást, nem kaptak belső parancsokat, fogalmuk nem volt arról, hogy mi történik velük, ugyanakkor pedig sikerült nekik a bejáratot teljesen elbarikádozni. És aki már járt a televízió épületébe, pontosan tudja, ezek nem túl nagy kapuk. Tehát a kis kapuk azok nagyon kicsik, a főbejárat pedig elég nagy, de ilyen van máshol is. Belülről elbarikádozták. Belül elég sok rendőr volt, éppen annyian voltak, hogy még ma is védeni tudnák ilyen körülmények és feltételek között azt az épületet. És egyszer csak az ő parancsnokuk kap valahonnan egy parancsot. Fel kell adni a védelmet. Miért? Mert így nem fog ránk figyelni a világ, hiszen a forgatókönyv szerint Budapest lángokban áll. A televíziót vandál csőcselék fölgyújtotta. Na de ha a vandál csőcselék nem jut be a televízióba, nem tudja fölgyújtani. Tehát jön a parancs a rendőrnek, hogy azonnal fejezzék be a védelmet, tegyék le a fegyvert, és majd meg lehet látni, hogy mi történik. Na most tényleg vígjátékba illő jelenet, amikor az első ott lévő turista fővel a kezében így néz be, és így jelenti, hogy előbb ott rendőrök álltak, nézi innen, nézi, tényleg vígjáték, de színjáték a vígjáték. Nézi innen, nézi onnan, rendőrnek egy nyoma nincsen. És akkor nem lehet, mit csinál, benyitunk az ajtón. Bocsánat, halló, van itt valaki? Erre most mit lehet tenni? És senki nem fosztotta ki a televízió épületét. Ma már kozmetikáznak, több száz millió forintról beszélnek, mivel leesett nekik a tantusz. Lehet, hogy ők is előadásokra járnak. Hát egy kamera, egy igazi jó kis kamera, egy átlag, az több 10 millió forintot ér. Emlékezzünk az első, hogy úgy mondja, több 10 millió forintos akár, gyerekek. Hát azért, te ostobák és buták. Milyen a gonoszság és a gyűlölet teljes egészében elveszi a fejüket. Na most már több 100 milliós lett hirtelen. És akkor fiktív dolgok, hogy mi meg, hogy meg, ne engedjük, ezt tényleg ne áltassuk magunkat. És itt nagyon szépen elhangzott az, ami nagyon fontos, nem mindegy, hogy egy szabadságharcnak, forradalomnak milyen a híre. Hát igenis, azért erre kötelezni lehet embereket, hogy keressenek kapcsolatot és nyilatkozzanak televíziónak, nem magyar tévétársaságoknak, külföldi tévétársaságoknak. Olyan nehéz ezt megtenni. Tehát nem mindig több hónapos késéssel kell elszélni, amikor a világot már telehintették. Iszonyatos híre van Magyarországnak az utóbbi években, és erre csak ráadás az, hogy a világ ne is szeresse Magyarországot. Mert Magyarországon törnek, zúznak az emberek, és a demokrácia, és a nem tudom milyen csillagok háborújából vett konvergencia van az erőben, ismerjük. Hát elme betegek ezek. Hát olyan forgatókönyveket használnak, komolyan mondom, hogy az ember már elképed. Hát bármelyik meghibban tévénéző le tud ilyen dolgokat írni. És akkor tényleg bűv szó, hogy konvergencia. Vajon mit jelent? Hát a kón mit jelent? Hát én tényleg nem tudom, hogy mi. És akkor ismerjük a gyaloggalopot. Mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, ki nem mond? Ki nem mond? Jaj! Most jelen pillanatban ilyen játékokat játszanak. Mi vagyunk a lovagok, akik kimondanak dolgokat. De hangsúlyozom, saját köreinkbe se lehetünk, hogy úgy mondjam, elnézőek. Miért? Ezt külön nem kell tisztázni és újra elővenni. Koppányról is szó lesz, mert nagyon jól állunk az idővel egyébként. Na most, 30 évre titkosították a televízió körüli eseményeknek a dolog. 30 évre, tudjuk, hogy ez mit jelent? Másnap délbe összeül a kupak tanács, és ami ott elhangzik, 30 évre titkosítják. Magyarul ez mit jelent? Forgatókönyv. Tehát Magyarországon titkos szolgálatok írnak, nem túl titkos forgatókönyveket.
És nem, nincs olyan politikai személy, nincs olyan tüntető, aki, hogyha tényleg úgy neki megy a szövegnek, amit mondani akar, 5 perc múlva ne a titkos szolgálatok felelősségét kezdeni elkutatni. Csak van egy nagy probléma. Magyarországon magyar titkos szolgálat már nincsen. Akkor milyen titkos szolgálat dolgozik itt? Hát megmondom. Olyan titkos szolgálat, ahol Balló úr szól be a tévén keresztül a rendőrtisztnek, hogy köröző. Tehát ezt azért látni kell ám. Na most hogyan lehet felvérteződni ilyen sötét és gonosz apparátus ellen? Őszinteséggel, becsületességgel, nyíltsággal és igazmondással. Hangsúlyozom, ez éppen elég. Tehát komor volt a kép, amit felvázoltam, de a másik út az nagyon tiszta. És ha 1 percre a szabadság szikrája láthatóvá válik, a magyar népnek az már 500 évre elegendő lelki tartalékot jelent. Tehát nem tudnak ellene mit tenni. Tényleg nem tudnak ellene mit tenni. No, Montekit választanál ezek után. Tehát jelen pillanatban, hát egyikünk sem gondolta volna, hogy az, hogy mit hoz a holnap, ez ennyire kétséges lesz, de tényleg nagyon tudni kell azt, hogy ami Európa kellős közepén történik, az fog bekövetkezni a világban. Na most, 2002-ben ezt a dátumot nagyon jegyezzük meg, mert a rendszerváltás, változás most. Felvonása. Ugyanis olyan belső erjedési folyamatok indultak el, hogy magától minden volna. Emlékezzünk arra az időre, amikor 3 téját, ez a Koppány István ügybe is nagyon fontos lett. Köszönje. De nagyon tilos tiltjuk. Már kicsit már unalmas ez a tiltjuk, ez tilos, ez amúgy is ez a TL, ez kezőjév. Törjük. Na most ezek forgott, természetesen régi híres nemzetségről van szó, az Árpád-korból. Érzékelni, hogy a tilos szelep megkapja, a tilos feszítő kapjuk szelepet, a levezetett energiát törjük tömlőbe, majd utána pedig jön a következő szelep, a támogatjuk. De közben már válik az a levegő, ami ott áramlik. És mire már támogatásra kerül sor, kiderül, hogy elveszíti a jelentését, és ismerjük azt a mesztelen csigát, ez egy nagyon szörnyűséges példázat, de anyagustalan, ebből miről van szó. Mesztelen csiga, amikor a finom, érett, kívánatos gyümölcsöt úgy körbeutazza. És akkor minden utána. Na ez a támogatjuk. Na most végeredményben ez oda, hogy kibe 3 kamerátum, mert tényleg hiány. Úgy, ahogy van, ezzel már nem lehet tenni. Valamit csinálni kell, milyen, mert a belső erjedési folyamatok rozgáltatlan törtek. Tehát rendszert kell váltani. Na most kik voltak a váltók? Segíteni fogok politológiai, politikusi szinten. És megint spontán szerveződtek az ismert pártok, vagy a magyar a munkáspárt spontán megszerezte őket. Mi történt? Hát ki tárgyalt a pártok a behívott képviselőkkel? Fejti Györgynek hívták, hogy emlékszem a nevét.
és TV híradó közvetítette, hogy Fejti György megalapította a Keresztgazdapártot. Közvetítette, hogy Fejti György megalapította a kereszténydemokrata nép. Soroljam a példákat. Előttünk folyt az egyezkedés és tárgyalás. Na most, akiket kiválasztottak erre a szerepkörre, nem a többségről van szó, de ezek már pontosan tudták, hogy mit jelent a hatalom átmentés. Na ezért kellett volna a listát abban a történelmi pillanatban hozni. Mert akkor ilyen szín, hát ezért nem jut előre az ország. Tehát gondolom érzékeljük, mert egytől egyig zsarolható, megfogható. A dolgokat nagyon tudnak mondani. Antal József beszédeiben olyan érződ, hogy az ember már a papír zsebkendőjét is te elő, hogy mondjanak minden mondatát. Most ez az Antal József, kezdünk a Trianon című filmre. Csak azért hivatkozunk a Trianon című filmre, nehogy elfogultsággal vádoljon meg a hallgatósége. Ki kijelentette először is csinálni. Ki volt a privatizációt a mostani segédletével úgy verekedte át, hogy oda vezetett, ahol tartunk. A kikötő lemondott. Az, az által visszaadott kárpátaljai területekről lemondott. Munkatársait, amíg azok vagy egy másik partsorba ültek át, vagy csalódtak és csalódtak. Na most, helyzetben ez az ember, ezt lehet tudni, ezt ő is elmondja, 60-as években és években ő elnök készült. Na most, bármelyikünk itt a társadalom közül, képzeljük el magunk el 70-es éveket. Mit csinálsz? Miniszterelnöknek készülök. Na most te volt egy fület között. Tehát ez az ördögi színjáték, hogyha tiltjuk, tűrjük és támogatjuk. De amikor a támogatásra kerül sor, akkor a talomra, aki a tisztelők írásánál szerepet töltött be. Na most elejéig a helyzet, de ilyen velejéig romlott be. Ezt csak azért mondom, mert sem fölösleg a vona. Örülök neki, hogy nem útérre. Miért? Mert a világ sajtó persze alatt teli. Világos? Hát a magyar nem lát még embert a világon. Orbán Viktor kell megkérni, hogy ugyan már, ha én le akarom húzni, húzza. Na nem, én is berek itt dolgokat mondani. Tehát teljes a debilitás. És akkor lehet a Kossuth téren ilyet hallani. Megbocsátjuk. Mit bocsátunk meg, hogy kicsit több esze van most ebben a pillanatban? Hát itt a Molnár Zoli barátunknak volt egy szellemes. És tisztázza a vatával való kapcsolatát. Hát teljesen mindegy, hogy már mit csinál. Lehet érzékeny, hogy forgatókönyv szerint most már ő az új csúr. Bármit csinál, megvan a sztereotíp dörgedelem. Hangsúlyozom, egy felnőtt embernek nem kell, hogy Orbán Viktor fogja meg a kezét. Eljön az idő, majd Orbán Viktorral is lehet fogni. A nemzetnek saját erejében kell bízni. A saját erő kívül van, hanem belül van, és nem társadalmi feszültségek táplálják, ember felülről ingyen kegyelem útját kapja. Most az ingyen kegyelem ellen pedig sem világköztársaság, gengszterbanda nem tud semmit tenni. No, visszatérve tehát a választott útra, mondta, kit választanád. Na most ilyen helyzetben, és ez tényleg megint csak drámai, kiderül, hogy egy dologról Szent Katonatan is állandóan szóba jön. Most egyet tudni kell.
tan meg. Tehát ha mi olyan alapon hozzuk állandóan elő, hogy álljuk vissza, ez körülbelül olyan, mint én itt állok, és azt mondjuk, állíts oda, hova? Hát itt áll. József Attila példázat. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem ezt az egész. Tehát a nézőponton igenis változtatni kell. Tehát nekünk nem úgy kell bizonyos dolgok felé fordulni, mint hogyha valahonnan meg kell szerezni, hanem rá kell döbbenni, hogy itt van. Na most tudjuk, hogy a belső szabadság eredményez. Amikor az ember rájön, hogy itt van, hát mindig is velünk volt. Itt megint az értelmiségünk vizsgázik, tudja, hogy mi a Szent Koronatan. Itt 2 évvel ezelőtt Pap Gábor elmondta, majdnem palotaforradalom lett belőle. Miért kell bántani ilyen rendes embereket? Azért, mert írnak ekkora, ilyen vastag könyveket, és nem, hogy megtudjuk belőle, hogy mi a Szent Koronatan, nem tudunk meg belőle semmit, abból a egy mondattal mondható. Tehát igenis felelőssége van a mai magyar értelmiségnek is, mert megoldott. Hát Hunyadi János gyönyörűen fog 1450-es levélben, római pápának írja. Országunkat nélküli árvának kell látnunk. Nocsak, nocsak. Senki, aki joggal birtokolhatna a királyi hatalmat, igazságot szolgáltatna. Most még folytatás. Végül is voltunk érdeket, tánjunk a fénytáraszt a sötétségbe, és orvosságainkat. Tehát tudni kell azt, hogy tánni. Mert jelen pillanatban azt kivált egy bizonyos esemény, és ez megint csúnya lesz, hát József Attila nem volt még olyan disznó, aki elájult, amikor meglátta a moslékot. Most kazettára van szükség, hogy az ember már a hogy nem. És kiderül, hogy az okok sokkal mélyebb vannak. Először is a nemzetet 1526 Mohács tragédia. Mi volt ennek a lényege, a Mohács halesztésnek? Az, hogy az ember szintjén feltételek átmenetileg teljes egészében kiírtak. Hát Balassi Bálint ezt gyönyörűen fogalmazza meg a halálos ágyán, hogy az, kit végül vitézül anya világra szül, na azt tudni. Így Balassi Bálint írja. Hát nem tudjuk hozzászólni, igazgassa Jódot, tehát a Jódat Magyarországnak. Tehát van egy rendkívül ősi és válságos hely. Hát ez azt jelenti, hogy valami történt a világban. Nem 45-ben, hanem 1526-ban, ha még pontosabb akarok lenni, ez történik 1490-ben. Mert volt Mátyás, oda az igazság. Arra gondolunk, hogy hát a jó királyt a nép visszasírta, már így szépek, hogy jaj, a jó, milyen jó volt a többször kivetett adó, mégiscsak. Nos, ez megint egy ilyen súnyi paszkázás, mert nem a néphagyomány évszázadai érlelik ki, hanem már rá 2 évre, már 2 évre. Egy bírósági jegyzőkönyv oldalán magyarul oda van írva, meghalt Mátyás, elkölt az igazság. Tehát Mátyás az igazságos. Tehát van egy világigazság, van egy mérce, és eltelik 36 év, 1526, és nem Magyarországon, mitől 36 év alatt az egész világon. Kezdetét veszi a globalizáció. Népeket kiírtanak. 36 év alatt tűnik el, pedig még úgymond hivatalosan föl sem fedezik, amiről már rég tudnak, az majd 1492 után jön, még föl sem fedezik, na de ehhez viszonyítva van egy
Nagyon fontos példázat, ez már nyilván elhangzott, de jegyezzük meg. 1526 arról nevezetes többek között, hogy valamikor úgy augusztus 9-e tájékán Mexikó Tenochtitlán főszentélyét a hódító spanyol martalócok földig rombolják. Nem akkor foglalják el a fővárost, hanem a főszentélyt le. Na most 1526 és 1516, ez most egy hozzávetőleges szám, de 26-tal befejeződik, már 10 millió aszték indiánt mészároltak le. Na de mikor? Nincsenek tömegpusztító fegyverek. Erre lehet azt mondani, hogy a kirobbantott fehérek által behurcolt járványok, azok tömegpusztító fegyverként, biológiai fegyverként hatottak. Tényleg ez is igaz, de azt is tudni kell, hogy amikor a asztékok szembeszállnak, végül is szembeszállnak a spanyolokkal, ma így belenéz a hódítók szemébe, és elmondja, hogy én téged láttalak már akkor, amikor egy hajóra te valahol. Tehát, hogy mi történik. Ezt indián és spanyol források is elmondják. És nekünk teótív fracskaság, hát ezek az indiánok azt hitték ezekről a fehérekről, hogy ők az istenek. Az ember esze megáll. Az adminisztrációra figyeljünk oda. Be kell dobni ilyen sületlen baromságokat, hogy 10 millió ember lemészárlásáról a világ sajtó ne legyen tudomást. Hát így kell csinálni. Ez valami iszonyatosan. Hát megmondjam, mit mondtak Montezumáék mondjuk a spanyolokról. Olyanok, mint a majmok és a disznók. Mert ha aranyat látják, megtapogatják, ha aranyat látnak, pedig még egymást is, mint a disznók szét, ahogy úgy mondjam, röfögik ott. Ezek az istenek. Most hogy juthat oda egy fejlett civilizáció, hogy ilyen közületeknek, ilyen baromságoknak ténylegesen bedől? Ez tényleg katasztrófa, de ez vezet ám a mai eseményekhez is, és a tájékozatlansághoz adott esetben. Mert észre sem vesszük, hogy Istóva vagy Mátyás óta egyfolytában mérgezik a világot. Mérgezik a lelkeket, mérgezik az agyakat, mérgezik a gondolatokat. No de, megkezdődik az Afrika kizsákmányolása. Egy szóval még arról is nevezetes, hogy az Indiában lévő ősi fehérhun Maharajdzsa dinasztiát az iszlám megdönti. Tehát a világon, minthogyha valami végig pusztítana, és érdekes módon, minthogy gonosz sötét erő, ezt most dramatizálom, de így van. Miért? Mert nem az fekete nigger volt az, ki nem mond, hogy mi, emlékezzünk vissza a lovagokra. Tehát nem a nigger volt az, aki hajóhadat szervezett annak érdekébe, hogy Európa partjain partra szállva munkaerőt hurcoljon Afrikába. Tehát aki jön ezzel a süket, aljas, undorító szöveggel, hogy a nigger dolgozni és bűnöző, annak egyet javaslok. Menjen el Zuluföldre, és dolgozzon egy hónapig. Azért ne felejtsük el, gyökértelenek. Tehát kiszaggatták a saját életfájukat, idegenbe plantálják be, és hogy nyilván nem fogja magát jól érezni. Na most ezt viszont meg kell szervezni. Kik voltak a rabszolgakereskedők, kik szervezik meg népek lemészárlását, hát azért ne felejtsük el, még a bölényeket is lemészárolják. De nem az, hogy 40 millió észak-amerikai indián, megint egy adat, 40 millió, ha nem több. Egyszer csak úgy gondolják, hogy hát az ezek a bölényekből élnek. És a bölényeket kiírtják. Most azért figyelmeztetek, mert utána lehetett rezervátumba vonulni. Lehetett. Na de ugyanez a sötét erő most a világon, hogy úgy mondjam, készül a következő változás. Új világrend. Kik hirdették meg? Hát ez volt szeptember 11-e előzménye.
Tehát az akkori Amerikai Egyesült, mert mostani, az egy szlogenre győzött, új világrend, már az apja megpróbálta, tehát amikor Clinton úgymond ott hatalomra jutott, nem árt tudni, hogy az akkori elnök választáson az öreg Bush nem Bush lakodott, és új világrend plakátokkal indult. De még adtak 8 évet erre. Valahogy rádöbbent, hogy meg kell szervezni. De jobban az most nem a jót jelenti, még gonoszabbodon. Új világrend. Na most mi történik, és akkor nagyon gyorsan visszatérünk ehhez a dátumhoz, de még mielőtt visszatérnék, azért nagyon gyorsan Mohács. Az adatot ilyenkor el szokott mondani az ember, ez egy pásztorember. Kája állandóan azzal nyaggatta, ez egy nagyon rendes ember, nevét nem mondom, egy ismert személyiségről van szó. Állandóan azzal hallgatkun pásztorembert, a nagyapját, hogy Mohácssal mi a, valami miatt mi a helyzet. Mi ez a nekünk Mohács, meg Mohács? Hát mi ott a tragédia? És az öreg bevitte az istálóba, és megmutatta neki a felszer számozott lovat. És a következőt mondta. Látod, fiam, mi ma már ezt nem tudnánk így elkészíteni. Ez ugyanis egy örökség és hagyomány. Aki kitalálta mindezt, hogy milyennek kell lennie a kengyelnek, a kantárnak, a nyeregnek, na ők haltak meg. Egy nemzetnek intelligenciája. Majd hozzátette, ez nagyon egyszerűnek tűnik, de gyönyörű a példázatán. Mi használunk dolgokat, csak elfelejtjük, hogy ezt föl is kellett találni. Azt ki kellett gondolni, és ahhoz viszont már tudás és tapasztalat kell. És a következőket mondta, tudod, fiam, olyan gyerekeket nem lehet minden nap, és akkor utána bevágódik egy sziszegős, és egy B közé egy A, és utána mondja. Tehát nem lehet minden nap. Ez nem mennyiség, hanem minőség. Egy népnek a legjobbjai vesztek oda. Életüket áldozták fel, hogy én neked ezt most az istálóba elmondjam. Mert az ilyen áldozat nem hiába való. Ez a jövőnek az áloga. Az emberhez méltó jövőnek. Most ott hal meg Szalkai László esztergomi érsek. Szalkai László esztergomi érsek. Most képzeljük el, hogy ma a Budapest esztergomi érsek menne Afganisztánba. Házelnök menne Afganisztánba. Miniszterelnök menne Afganisztánba, a teljes vezérkar szokott hadba szállni. Tehát nem azt mondják, hogy gyerekek, jön a török, ott van Mohács, hanem összejönnek a főpapok és a főurak, és a királlyal egyetembe hadba hívják a nemességet. És akkor indulnak el. És Szalkai László is köztük van, és megmaradt könyve Szalkai Lászlónak, Mátyás király uralkodásának második felében vagyunk, kis ára lehetően 14-15 éves. Csillagászat a tankönyv, és szépen egy oldaljegyzetbe oda van írva Szalkai László kezeírására. A bolygórendszer működéséről van szó. De elképzelhető az is, és ezt elmélettel bizonyítani tudjuk, van a központban, és a bolygók körülötte keringenek. Na most ki lett világhírű? Szalkai László, vagy 1541-ben elesik Buda. Megint egy világkorszak határ, és jön a kopernikuszi világkép. Na erre mondja az ember, így kell csinálni. Ez valami iszonyat. Tehát bizonyos dolgok az emberiség, bizonyos sötét korok úgymond feltalálják, és ezzel még sötétebb korszakot az új találmány nevében megpróbálnak megnyitni. Na most 1526 emberben, és ezt ne felejtsük el, hát egy ősi magyar nemesi családok sarjai közül, hát nagyon sokan vannak ott, és 20 talija, tudjuk, hogy
erre mondja az öreg, hogy ilyet nem lehet. Szóval nem olyan, hogy akkor holnap után újra kezdjük. Gyere anyjuk, próbáljuk meg. Tehát itt valami eszméletlen és hihetetlen mennyiségű tudás és intelligencia sűrűsödik be, vagy vész oda. Na most ők áldozzák életüket, utána még minden helyre hozható volna. Miért? Mert a szakrális központ megvan. Tehát a nemzet újra tudna regenerálódni, de nem történik meg, mert Buda elesik. És van három dátum, 1490, 1526, már a két dátum között gyakorlatilag az a színjáték színrelép, amelynek itt van a folytatása, és kiiktatódik, és valamire figyeljünk fel, mert nagyon... Ha mi nem vesszük, akkor tudni kell, hogy hol volt a Buda. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy hol van Buda. Mátyás király Budája. És itt Pest-Hidegkúton nagyon buta az, aki azt hiszi, hogy most Budán van. Világos? Hol vagyunk mi most? Pest-Hidegkúton. Na de ez oldal, apai oldal. Akkor itt valami butaságot nem lehet tetten érni. Mondjuk egy nagyon fontos szállóigét, hogy nem oda Buda. Hát ez egy teljesen alközpont, egy tényleg a legteremebb teremvidékén, mondjuk éppen ennek a szívnek az alsó csücske, nem központ. És azért engedelmet kérek, ha valaki királynak születik, és kinéz palotájának ablakán, akkor nem a Gellért hegy látványára kíváncsi, nem a János hegy látványára, hanem a világot akarja látni a palota ablakából. Ez azért mégiscsak azért meggondolandó ám. Tehát úgy elképzelj egy király, nem pont magyar király, úgy elképzelj egy király, reggel föl kell, kitekint, felséges szemét végig hordozza a tájon, és látja, hogy 5 méterre a palota ablakától véget ér a világ. Ott a Gellért hegy. Na, semmi baj, fordulunk egyet, 50 méterest, azért mégiscsak szemtorna. Ott a Jánoshegy és a Hárshegy. Na, fordulunk, tovább ott vannak a pilisi hegyek. Na most, dobogókő például miről nevezetes? Az, hogy a Tátrától, a Duna-Tisza közén keresztül, az Erdélyi hegyeken át, az egész Kárpát rátekint. És azért ne felejtsük el, Dukkanyar, nyugati kapuja, elméletileg Esztergom. Dunakanyar keleti kapuja, elméletileg gyakorlatilag Visegrád. Hol őr Szent Koronát? 1301 után Visegrádon. Konázó érsek, esztergomi. Na hol lehet Fehérvár, és hol lehet az a Buda, mert Fehérváron avatják a királyt, de az avatás áldásos királyi programja, az honnan indul ki? Az Budához kötődik. Tehát Fehérváron koronázzák, de a királyi hatalom érvényesítése, az már Budához kötődik. Na most, ha valaki azt gondolja, hogy túlságosan messze a Velencei és a Balaton tavának térségében, azt oda kell küldeni. Az tényleg menjen oda. Az tényleg oda való. Reggel a király kimegy, és megkérdezi, mi ez a húzat? A Móriáról, gondolom ismerjük a jelenséget. Mi ez a húzat? Királyi fülemnek. Nem baj, királyi felség, van itt vatta. Tömje bele a fülébe, legyen mély le, egészségtelen. Világos? Az tényleg mocsári vár volt. És az nem a mocsár, nem a királyi központról kapta a nevét, Szikesfehérvár. Na ez a mocsári szik. Milyen a mocsári szik, ahogy jól szikként működik? Hát annak is van egy ilyen ezüstös tónusa. Minden mocsári tónak fehér tó a neve. Miért? Ha vég nélkül lehetem a példákat sorolni. De valaki nem ismeri a nyelvet, és hülyének nézi a nemzetet, akkor gyakorlatilag
forgatókönyvíró nemzetté lép, vagy olvasó nemzetté fog előlépni. Erkölcsi kötelességünk figyelmeztetni a magyarságot, hogy hol van az ország súlypontja, hol van az ország központja. Miért? Mert a magyarság létének legtelítettebb földi adottságai ott koncentrálódnak. Tehát én helyemet meg akarom találni a Kárpát-medencébe, először is a szakrális központot kell megtalálnom. Miért? Mert aki Kárpát-medence kérdésben, és ezt Papp Gábor nagyon szépen megfogalmazta, tisztán lát, az az egész világ dolgában tisztán és pontosan lát. Na most keressük azokat a politikusokat, akik nem Erdélyben, nem Felvidékben, nem Délvidékben, nem Kárpátaljában, nem Örvidékben, nem Belső Magyarországon, hanem Magyarországban, Kárpát hazában tudnak gondolkozni. Ha nem tud, köszönjük szépen, nem kérünk belőle. És ezt értsük meg. Magyarság egyenlő földrajzi értelme figyelembe véve Kárpát-medencébe. A Kárpát-medence nagyságrendben nem tud távlatosan gondolkozni, tenni és cselekedni, ez azt jelenti, hogy még falusi bírónak is alkalmatlan. Tehát lehet nagyon szép szöveg, amit mond, lehet magas a hivatal, lehet akármilyen páholy tagja, adhat 1000 interjút, de nem tud ebben a léptékben gondolkozni, akkor a nemzet ügyében nem tud hatékonyan tenni és cselekedni. És így jutunk el 2002-ig, és itt jön megint a bőrgedelmes figyelmeztetés. Ugyanis igazi nagy erjedő és jótékony folyamatok nem 1990-ben indultak el. Hát én emlékszem arra az időre, amikor a úgynevezett televíziónál, újságoknál, egyetemeken az összes párt aktíva, minden újságíró, tévériporter, történész úgymond, mindenki vigyázban álltak és mire váltak. Várták az elbocsájtásukat. Ki volt az, aki átmentette őket? Volt 2 hónap, megint az amnézia. Volt 2 hónap. És az volt abban a 2 hónapban a gyönyörűség, hogy ők, akik nem voltak annyira tűz közelben, mondjuk egy átlag tévériporter, egy átlag akadémikus, szentül meg volt győződve, hogy ő elmegy. Nem is ellenkezett, tiltakozott. Át akarta adni a helyét. Mi történik? Jön Antal József, és jön a paktum. Na most néha ő megkapja azt a vörös festéket, és az ember azt kell, hogy mondja, hogy itt valakik azért tényleg megadják azt, amit megérdemel. De az, hogy szövegben ki tud nagyot tenni, és közben éppen az ellenkezőjét cselekszi, hát erre azért nem tudom, hogy ismerjük ezt a mesesorozatot, és gyermekek észjárását ilyenekkel lehet megrontani. Megmester. Emlékezünk egy dallamos fülbe mászó zenéje van, és akkor jön egy ilyen kedves kis kecske, pik-pik-pik-pik, megkeszével majd ő elintézi. Még félelmetes egyébként, mert ez mintázatán tönkretesz maga körül mindent, életeket kockáztat, ő mint házépítő, mi ez, összedől a ház. Ő mint kertész, mi történik? Földgyullad a kert. Ő mint autópályépítő, mitől leszakad a híd. Tehát életveszélyes. És ezt a szemét ládát, mert a meg eszével, hát szerintem én most már sejtem, hogy a mi parkett ördögünk Fletó bácsinak ki lehetett a mestere. Hát megmester is mindent megmagyaráz. És hogy végződik? Megsajnálja az ember. És várja a következő részt, hogy megbácsi milyen új kalandokra vetemedik, hogyan teszi tönkre maga körül a világot. Na most ez egy, erre mondják szép magyar kis eklatáns a példa. De tele vagyunk ilyen iszonyatokkal. Hát ez már csak tényleg ilyen játszadozás és kiegészítés volt. Egy biztos, az igazi folyamatok,
hangsúlyozom. Mert tényleg van, amikor a lakiteleki sátorban megalakulnak a dolgok, na ezért kell nagyon vigyázni. Mi történt a lakiteleki sátorban? Hát az történt, hogy amikor már tényleg, hát aki akkor megélte azokat az időket, lehetett érzékelni, az a fórum, az tényleg nemzeti fórum volt. Ha volt egy város, 75%-os lefedettséggel rendelkezett abban a városban a nemzetnek az ügye. És egyszer csak ráúsztatnak valakik, és ezek a valakik most már szerencsére nagyon öregek, ezért keveset szerepelnek. Az egyik egy költő. Senki nem ismerte Antal Józsefet, és bevitték. Tehát ilyen árvízi hajósok mindig lesznek, mindig vannak. És ilyenkor mondani. Ilyenkor nem szabad félni. Azt kell mondani, hogy nem ismerjük. Köszönjük szépen. Van saját körből, ami ebben az esetben maga a nemzet volt, van jelölt. Van pontos jelöltünk. No, ugyanakkor pedig volt egy olyan, hogy Rózsa-Dombi paktum. Ezt is állandóan tagadják, nem létezett, hát ilyen világösszeesküvés elmélet hívei találják ki. Hát azt kell mondani, hogy nem így van, megmondom, hogy miért. Abban az időben, és akkor kezdődik, hol volt, hol nem volt. Abban az időben én a Szemlőhegy környékén laktam. Szemlőhegy alatt, kedves gyerekek, hatalmas nagy barlangrendszer van, a világ csodája. Tehát annyira egyedülálló, páratlan értékkel rendelkezik, egyetlen egy párja van Dél-Amerikában, de az kisebb, és nem annyira látványos, és nem annyira összefüggő. Na most elkezdenek házakat építeni, beszakad, abba adják az építkezéseket, és megmarad egy ilyen romos régi ház, egy papnak a háza, aki az alaksori részt hasonszőrű fiataloknak időnként albérletbe kiadja. A mosókonyha nekem jutott ki. Szóval ott laktam pont abban az időben, albérletben a mosókonyhába. És ott a környékbeli lakosok, amikor az ember utazott a buszon, vagy éppen sétált az utcán, lázban égett a fél rózsadom. Miért? Mert volt egy hely, ahol túl sok autó állt meg néhány napig. És még hol lehetett tudni, hogy miről van szó? Külföldi titkosszolgálatok találkozási helye. Na most pont abban az időben, igenis van ilyen, de jaj annak az országnak, amelyiknek sorsát titkosszolgálatok döntik el. Most van egy titkosszolgálati szakember, nevet nem mondok, teljesen mindegy, hogy milyen névhez tudjuk kötni. 2 évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy másfél, lehet, hogy 1 évvel ezelőtt. Magyar Rádiónak interjúban elmondta a következőket. Magyarország teljesen védtelen ország, mert minden külföldi titkos szolgálat átjáró háza pont ez az ország. És mert nincsen belső titkos szolgálat, ez azt jelenti, hogy olyan az államnak a teste, mint a lukacsos sajt. 1000féle úton van átjárva, tulajdonképpen nem is lehet nemzeti vagy biztonság szempontjából ezt állami apparátusnak, gépezetnek nevezni. És figyelmeztetett, ha nem orvosolják a bajokat, például nem kötelezik az országgyűlési képviselőket arra, hogy vallja be, hogy melyik külföldi titkosszolgálatnak a tagja, akkor Magyarországon anarchikus állapotok fognak eluralkodni. Mondta ezt, vagy másfél-két évvel ezelőtt. Na most ki az az ember, akihez a mi vörös ördögünk kiszaladt Szocsiba? A titkos szolgálat fejéből vedd lett elő. Tehát ne becsüljük le ezt a jelentőséget, és gondolom tudjuk, hogy provokatőröket pedig kifejezetten csak titkos szolgálatok szoktak megszervezni. Tehát ami a tévé előtt történt, egyetlen egy kérdés a sok közül azért felmerül. Amikor nekilódul a sokasság annak a lépcsősornak, egyébként minden tiszteletem. Tehát hogy egy olyan
drámai tornaóra részeseivé lehetett válni. Hát azért ne becsüljük le, felszaladni a lépcső, leszaladni, akkor újra. Tehát azért pillanatok alatt, akinek izomláza van, ott volt, akinek nincs, nem volt ott. Mert itt még azok is izomlázat kaptak esetleg, akik naponta ilyen gyakorlatozásokba vettek részt. Igen ám, de lehet tudni valamit, és ezt pont tegnap is mondta valaki. Megjelenik két csuklyás, de ilyen jó két méteres gyerek, két ilyen, ismerjük ezt most divat, így, hátulról elindulnak előre, senki nem látja őket, hogy ki, és a következő pillanatban lángban állnak az autók. Nem ők voltak, de ők már továbbadták. Na most, amikor nagy indulatok kavarognak föl, akkor ilyenek oda mennek, és egy kicsit segítenek. Például ezek a szerencsétlenek ilyen műanyag kordonokkal próbálkoztak, és egyszer csak kiderült, hogy megérkezett a kőszállító teherautó valahonnan. Tehát ki volt az, aki hátulról ilyen helyzetben, de most őszintén, lehet, hogy aki minden nap ilyen helyre jár, eszébe jut, de kiszedte fel az első követ. Ezek a nagy kérdések, és miért titkosítanak 30 évig? Na de nyilván az események ilyenkor kiszaladnak ám az ellenőrzés alól, tehát nehogy itt kétségbe essünk. Na most egy történelmi pillanat van Magyarországon, egyetlen egy 1956 után. És ez 2000-től 2002-ig tartott, csak nem becsültük meg. És megmondom őszintén, én ilyenkor nem nagyon szeretem az olyan megállapításokat, hogy ezek is csak olyanok, meg az is csak olyan, milyen, mert 2000 és 2002 között valami történt Magyarországon. Mivel kezdődik? A Magyar Szent Koronát a Nemzeti Múzeumból, egy hullaházból az élőt, az élő személy, a Magyar Szent Koronát élőként viszik át az országgyűlés épületébe. És itt említem meg, mert ez egy nagyon szép példa, hogy itt pártügyekről van szó, hanem emberség kérdésről. Na most, amikor átvitték a koronát, akkor az egyik folyosón bent az országgyűlés épületébe, ez tényleg egy gyönyörű szép pillanat volt. Én ezt az embert ott megkedveltem, tudom, ezek azok a pillanatok, amikkel nem lehet alakoskodni. Szűrös Mátyásról van szó. Teljesen visszavonulva ott állt egy sötét folyosónak az ablaka előtt, és nézte a téren gyülekező sokaságot, hiszen akkor már elkezdett gyülekezni a sokaság, mert meg volt hirdetve, mondjuk nem is tudom, hogy délután 4-től vagy 5-től beengednek mindenkit, hogy a Szent Korona elé járuljon. Na most ez az ember ott állt, lenézett a ünneplőbe öltözött tömegre, és én nem is tudom, milyen boldogság ragyogott az arcán. Viszont láttam olyan itt is, aki ilyenkor leginkább nem a boldogságtól ragyogott, hanem, és akkor nem folytatom. Na ezek azok az emberi megnyilatkozások. Most az, hogy az életbe, gondolkozásba hol tart, ez egy külön kérdés. Vannak emberi tulajdonságai, vagy nincsenek? Ha vannak, akkor ő ténylegesen méltó bizonyos feladatokra. Őt úgy lehetett ott látni, hogy újjong és örül a Magyar Szent Koronának. Voltak olyan parlamenti pártok, képviselőstől, és nem azon az oldalon, akik nem is mentek el a Szent Korona elé. Hanem miért? Ilyen pártpolitikai. Na ezért veszélyes ez. Tehát valami hihetetlen, hogy milyen botlásokra képes néha az ember. Tehát 2002, ez az az időszak, nem azért, mert ők fent jók voltak, félreértés ne essék, hanem azért, mert egy kicsit hagyták a nemzetet. És elindult egy erjedés. Be lehetett menni a koronához szinte bármikor. Ma tudjuk, hogy milyen bonyolult bejutni. Hát ma gyakorlatilag 16 parlamenti képviselőnek 5 minisztertől származó enged teljesen lezárult. Ez már tényleg nem az országnak a háza. Egyszerűen nem lehet megközelíteni. Na de, 2002 tavaszán
több millió ember sétál Budapest utcáin, több millióan gyűlnek össze a magyar Szent Korona körül. Bécsben nem tud róla senki, mert tévé és rádió nem hirdeti. Párizsban senki nem tud róla, New Yorkban senki nem tud róla, hogy itt a két választás közötti időben az egész ország piros-fehér-zöldbe öltözött. Vajon miért nem? Mert a világ összes titkos szolgálata összefogott Magyarország ellen. Hát azért ne felejtsük el, hogy tárgyalt Orbán Viktor Nastaséval. Nastasé így állt vigyázva. És a 2002-től jön még 4 év, Erdély már autonóm tartomány. Tehát meg kellett állítani, és utána indul el a világpokol. Iraki háború és az összes többi. Tehát mit mond Brzezinski? Aki a világot el akarja foglalni, az foglalja el a föld szívét. Aki a föld szívébe eljutott, az Európa központjában van. Aki Európa közepét, központját birtokolja, az az egész világ fölött átvette a hatalmat. Na ne legyünk naivak és ostobák, nőjünk felehez a nagyságrendhez. Tehát ez nem ledorongolás, hanem bíztatás. Hogy tényleg ilyen öcsi forradalmat csinált cirkuszba, tényleg nem menjünk be. És hogyha lehet látni, hogy azok a színpadon már tényleg félrészegek, akkor egész egyszerűen azt kell mondani, köszönjük szépen. Nem kell itt szenvelegni. Tehát nem arról van szó, hogy nem jó valami, hanem tudni kell, hogy óriási a felelősség. Miért? Mert most már nincs visszaút. Most már visszaút nincs. Erre mondja Petőfi, sors is nekem tért. Tehát nincs visszaút, a sors megnyitotta az utat. És semmi másra nincs szükség, mint a tisztaság, a becsület és a lelki világosság és fény és jóság megőrzésére. Más fegyvere nincs a magyarnak, gondolom tudjuk. Tehát ennél csodálatosabb történelmi pillanat ilyen sötét korban, amikor globális méreteket ölt a zajosság, hát alig lehet találni. No, ne aggódjunk, még megyünk tovább. Na most jön a koppányügy. Na, de ebbe se lesz szemköszönet, mert hát eddig nem tudom, hogy volt-e köszönet, de az a helyzet, hogyha valamilyen úton végig akarunk menni, akkor vannak egyéb kívánalmak is. Tehát itt nagyon jól elmondták Attilák, hogy mondjon le. Hát tényleg ez már nevetség. Nem. Itt világos, tiszta programmal kell rendelkezni. Nem pedig egy szajkó módjára itt ismételgetni olyanokat, amik ezek tényleg ettől híznak. Tehát nem hisszük el. Nem hisszük el. Tehát ők nem attól híznak, hogy valaki megveregeti a vállát, és azt mondja neki, hogy te milyen ügyes vagy. Azt mondja, hogy te rohadt szemétláda. Ő ettől hízik. Miért? Mert telekürtöli a világ sajtót, hogy neki azt mondták, amit mondtak. Ezek beteg emberek. Na most jelen pillanatban csak beteg emberek vannak hatalmon. Az egyiket varjúnak hívják. Varjúnak. Lehet, hogy más néven mutatkozik. Én vagyok köztársaság elnöke, most álljon meg a menet. Ez a demokrácia eredménye. Súlyosan beteg, terhelt ember nem lehet köztársasági elnök, de miniszterelnök se. És ha én megkérdezem, hogy az abortusz törvény privatizáció, ne áltassuk már magunkat. És vannak egyéb gondok is, de azt nem veszi ez a valami. Hát az emberek ilyen, meg méltatlan, és számoljon el saját maga. De mi ne legyünk dilettánsok. Mi a helyzet a katolikus egyházon belül? Beszédhibás, testi hibás ember, legalábbis tridenti zsinat előtt így volt, pap nem lehet. Hogyan lehetséges az, hogy most már utóbbi időben minden esztergom budapesti érsekünk beszédhibás? Hogyan lehetséges? Senkinek finom fülét, hallását nem zavarta az,
hogy Szűz Mária nevét nem tudja kimondani? Az előző. Senki finom fülét nem bántja az, hogy a mai pedig, hát úgy nem tudom, hogy hogy bánaszik a sziszegős hangokkal. Hát azért bizonyos mentalitást, bizonyos nyelvjárásról föl lehet ismerni. Tehát nem egy irányból jön itt, ez egy teljesen lebetonozott világ. Teljesen lebetonozott. És miközben itt 90 körül látszólag itt eljátszották a rendszerváltás cirkuszát, egyházon belül mi történt? Még annyi sem, ami a világi színpadon. És azokat a papokat, akár református, akár katolikus, akik közzé akarják tenni a békepaplistákat, hogy az egyház belül tisztuljon meg, azokat halálos fenyegetésben részesítik. Most hogy lehet így erkölcsről predikálni? Na ezért forradalmi a helyzet. Miért? De annyira elaljasodott és mocsokká vált körülöttünk minden, hogy igenis érzi az ember, hogy fentről engedik a megtisztuló megújulást. Hát lehet, hogy ez nem vezet ellátszólag semmihez, de legalább egy lelki megújuláshoz el fog vezetni. És ehhez viszont ragaszkodni kell. Tehát mi már győztünk, félreértés ne essék. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a végeredmény. A nemzet 1526 mohácsi tragédia óta nem végeredményre játszik, hanem tisztaságra. Megint Hunyadi János kormányzót ír, idézem, 1448-ban írja Miklós pápának. Hunyadi János, de nem a kis barátjának írja a szomszédba, hanem római pápának. Akár győzünk, akár vesztünk, az ellenség állandóan a nyakunkon marad. Mert a gyűlölete túltesz még az erején is. És nem a törökre gondol. Na most ezért tragikus az, hogyha egy nép nem ismeri legalább Hunyadi János intelmeit, szavait, gondolatait és tetteit. És ezért, úgy látszik, ma ostor van Krétáját az ember kezében, jaj, de sajnálom, majd utána gyónok mindenkinek külön. 1456-os Nándorfehérvári diadal 550 éves évfordulója. Július 22-e, ez a diadal napja. Onnantól kezdve álló délben értünk zúgnak a harangok. Na most, Nándorfehérváron, Fellegvárba, Magyarországon, ezen az ünnepségen Magyarországról szinte senki nem volt. Pedig itt aztán van felhozatal, Hunyadi János Társaság 1, Hunyadi János Szabadharci Művészetek Társaság 2. Egyetlen egy ferencessel nem lehet találkozni, holott Kapisztrán Szent János állítólag ferences volt. Na ott érezte az ember álló délben, abban a fény és hőzuhatagban, hogy hátunk mögött, tehát észak felé, Magyarországon nagy-nagy baj van, de majd csak ébred ez a nemzet. Hát ha egy nép a diadalait nem tudja ünnepre fordítani. Pedig ott volt a szerb főpolgármester. Nem fogjuk elhinni, elfogadható beszédet mondott. Ott voltak a török követségtől. Ott volt Belgrád magyarországi nagykövete, aki kicsit oldalt, de elmondta, hogy ő felülről utasítást kapott, hogy semmilyen ünnepséges kezdeményezésbe nem mehet bele. De az, hogy egy kormányzat nálunk ezt megtiltja, ezt mi tudjuk. Hol volt Magyarország? Hol volt? Magyarok házába ima est. Jó. Hát akkor miért nem Mátra Verebészent kúton? Vagy Gyöngyös Patán? Vagy egy szent helyen, bent a Pilisben. Magyarok háza december 5-e óta kérdőjeles. Nagyon kérdőjeles. Nem azért, mert emlékezzünk a sportból vett példázatra. Nem azért, mert azt kell bekiáltani, hanem nem találja el a labdát.
És ha nem találja el a labdát abban a pillanatban, akkor viszont tudni kell azt, hogy ténylegesen probléma adódhat. Tehát 1456, ez tényleg kulcsfontosságú dátum, 1956 is, és tényleg érdemes eltűnődni azon, amit Hunyadi János megint csak egy másik helyen mond, az égben a haza szabadítóinak van a legnagyobb becsületük. Na most, ez azt jelenti, hogy nem a szociálisan érzékeny pártmunkásnak? Kik tették az egyházat a kozmopolitizmus rabjává? Hát ma az egyház, ha szociálisan karizmatikus, vagy karizmatikusan szociális és internacionális, akkor már minden rendben van. Hogy működhet úgy egy egyház, hogy ilyen a pápája, aki nem szellemi vezető, hanem provokatőr? Érdekes módon, tehát a mundér becsülete, azért valamire tényleg figyeljünk el, baj van a világban, erkölcsi válság, és ne onnan várjunk erkölcsi segítséget, ahonnan nem érkezik. Kicsit keserű, persze, hogy keserű. Én is azt hittem, hogy a szellemi vezető nem ilyen provokatőr stílusban fog az iszlám ellen kardot rántani. Nem azért, mert az iszlám nem érdemli meg, de hát ezen a szinten az ember azért többet várna el. Hát én is tudok olvasni nem olyan leveleket Mátyás királytól, reggeltől estig, ahol a római pápának azt írja, hogy nem gondoltuk volna azt, hogy ő szentsége kereszténység szégyenére a kereszténység ellenségével szövetséget köt. Tehát az, hogy ő egy bizánci császártól idéz, bizánci császártól római pápa, hát ki hozta Európába be a törököt? Kérdezzük meg Hunyadi Jánostól. A kereszténység hozta be. Emlékezzünk a várnai csatavesztésre. Mi volt annak a tétje? Hát az, hogy bíztatják a magyar király 16 éves, vagy 17 éves, vagy 18, vagy 20 éves úlászos, fiatal gyerek. Alig van tapasztalata, de bátor, tényleg egy jó képességű uralkodó lett volna belőle. De meghűjítik. Na ő az, akit nem koronáztak meg a Szent Koronával, miért? Mert a magyar Szent Koronát Habsburgék már kilopták az országból. Nem tudják úlászlót megkoronázni a magyar Szent Koronával. Választott király, de nem Magyarország királya. Na most drámai a helyzet, miért? Mert ígérnek neki fűt fát, Hunyadi Jánost is gerjesztik és hergelik, és elindul egy maroknyi sereg Várna felé. Mondván, hogy most a hosszú hadjárat után, Hunyadi hosszú hadjárata után a törököt ki lehet csapni Európából. Tényleg ilyen lett volna a helyzet, csak hogy már békeszerződés van a törökkel. Cézárini bíboros és a római pápa azt mondják Ulászlónak, hogy a pogánynak tett eskü nem rendelkezik eskü kötelezvénnyel. Milyen vallásban, kedves Cézárini elvtárs? Milyen vallásban, kedves pápa elvtárs? Hát majd egyszer olvassuk el az Ószövetségnek ide vonatkozó példázatait. De az Új Szövetségben ilyen példázat nincs. Az Ószövetségben viszont van. És mi történik? Hát tudom, hogy nem szívesen hallgatják egyesek, de hát Istenem. Szélet az megy tovább, megemészti, meg az igazságot mondani. Nem szimpátia elv alapján szoktak igazságról beszélni, nagy vonalakban, mert a részletek, hát azok nyilván mindig összetettebbek. Elindul a magyar sereg, a havasalföldi vajda figyelmezteti a királyt. Hova szaladsz? Megkérdő Ulászló, miért? Hát azért, mert a szultán vadászni nagyobb sereggel megy, amilyen sereggel ti most mentek lefelé. Erre mit mond Ulászló? Hát semmi baj, velünk Európa. Ott van lent a Boszporusznál a keresztény hajóhad, és dobják partra a keresztény alakulatokat. Havasalföldi vajda eltűnődik az, hogy most havas alföld ez, vagy alföld, ami havas, vagy havasok, vagy alföld, vagy ott esik a hó, vagy itt szakadt ránk a ég, hogy egyáltalán mi történt, megbolondult ez az ember.
Na most mi történik? Történetírásban 19. század óta csak nem ismerjük a történetírást, miért? Hát majd látjuk a Koppány István ügyet. Tényleg nem ismerjük. 19. század óta egész Európában a Várnai csatát, ők nem így említik francia történetírók, angol vagy német, hogy Várnai csata, pápai tréfa. Most a pápai tréfa hova vezetett? A genovai keresztény hajóhad 60 000 törököt dobott partra. Na most hallottunk olyan magyart, aki azóta így rázza az öklét? Ha nem is történt volna semmi. Na most ez az emberség. Tudja, hogy mi történik, de nem él vele vissza, és nem kezd el gyűlölködni. Miért? Mert ezek beteg emberek. És ha a magyar világra jön, akkor tényleg, ahogy mondani szokták, gyógyítson, és kezelje a bajokat. Királyt kívánjunk, aki fénytáraszt a sötétségbe, és orvosolja bajainkat. Nem azt a királyt kívánjuk, aki meghódítja a terrorista ellenes nemzetközi osztályharc eredményeképpen az egész földet, hanem fényt, áraszt és orvosol. Ennél szebben alig fogalmazták meg még, hogy itt miről van szó. Na most ennek a Hunyadinak a levelei között mindössze egy mondatot találunk. Megtapasztaltuk, hogy milyen sötét háló az említett fejedelmek barátsága. Most kik az említett fejedelmek? Velence, Aragónia, Nápoly, Németföld, pápai állam, Genova, mindenki. Semmi gyűlölet, de ennyit tudni kell. Megtapasztaltuk, milyen sötét háló az említett fejedelmek barátsága, és hát itt érzékeli az ember, hogy mit jelent, hogy akár győzünk, akár vesztünk, az ellenség akkor is a nyakunkon marad, és miért? Na ez a döbbenetes. Mert a gyűlölete túltesz még az erején is. Na most hangsúlyozom, Hunyadi János senki nem vádolta meg soha nemzeti elfogultsággal, világösszeesküvés elmélettel és egyebekkel. És mégis mindent megtett, amit megkövetelt az emberi tisztesség. Na most 2002 volt az a pillanat, amikor ténylegesen megmozdul Magyarország, és a világ egyetlen egy hírközlő szervesen beszél róla. Most elrepül 3 kő, futballmérkőzések után történnek a világ bármely táján hasonló, ránk figyel az egész világ. Tehát vegyük észre, a magyart most még durvább színbe akarják, sötétebb színbe feltüntetni a világ előtt. Ezért kell megbecsülni a 3 fiatalember bátorságát. Na az, hogy zászlót lengetünk félrészegen, ott hőbörgünk, gyere mama, te is mondd el a színpadon, amit mondani kell. Gyere tata, te is mondd el. Ezzel tényleg nem lehet tovább jutni. És hogyha nem tesszük rendbe a múltunkat, akkor a jövőnk nem fog megvalósulni. És itt jön a következő felelősség. Ez már távlatosabb dolog, de ezt figyelmen kívül hagyni annyi, mint Jankovics Marcelnek 1991 körül interjú, életmű interjút készíteni Kristó Gyulával. Kimentette át a hatalomba ezt a kozmopolita hazudozó történészgárdát. Kivel játszották el ezt a szerepet? Nemzeti múzeumban készültek a felvételek. Televízió több felvonásba közölte. Riporter Jankovics Marcer, riportalany Kristó Gyula. Ahol Kristó Gyula elmondja a következőket. Ő hivatalosan felkért történésze volt. Na most innentől kezdve neki már csomagolnia kellene Kristó Gyula összes című munkájával. Na most az ember nem is tudja, hogy ilyen emberek hogy tudnak ennyit írni. Majd egyszer nézzük meg. Parafenomén mikor írja? Az emberek ideje nincsen. Ezek több ezer oldalt összeírogatnak. Én tényleg álmulok az ilyen teljesítmény révén, de tényleg jó, hogy eltűnődik az ember. Ha egy oldal leírása ennyi idő, és mondjuk van annyi oldal, akkor ezt ő írta?
vagy a propagandisták a háttérben dolgoznak, és ő átnézi. Tehát, hogy érthető legyen, ha valaki óraadó tanár, valaki akadémikus. Hát elhiszem, hogy ezek zseniális emberek, tényleg mindent el lehet hinni. Most jön a következő nagyon szép dolog. De őt a párt hagyta. Tehát nem szóltak bele történelmi kérdésekbe. És képzeljük el, hogyha Molnár V. József kerül oda, az első megnyilatkozása után hagyta volna a párt, hogy ő írja a magyar néprajz és népi műveltségnek a műveit meg. Hát azért hagyta a párt, mert az elvtárs alkalmas, ennyi az egész. És ott, ami nem hangzik el, AVH-s őrnagyról van szó. Tehát kik mentik át ezeket? Tehát ezek az átmentők mindig jelen vannak. Most hirtelen jön a váltás, tehát nem erről a személyről van szó. Ügynök listát nyilvánosságra kell hozni. Tehát olyan, miközben szalad az ember arra, és innen a hátába szúrnak egy kést, azt nem lehet megengedni. És higgyük el, hogy ezek az ügynökök lesznek majd a legnagyobb. 3 napig szenvednek, ez egészen biztos. De utána azt mondják, na végre. Végre visszakaptam az emberségemet, ők is szenvednek, miért? Mert ne úgy képzeljük, hogy ezek éjjel-nap mit jelentenek? Az, hogy Jocóka tegnap elment, ráült a bilire. Jocóka már nagy legény, saját maga vette kézbe a dolgokat. Most a papírra kell. Ilyen szintű jelentésekre kötelezték ám őket. Ez mire jó? Demoralizálásra és sakban tartásra. Nehogy azt higgyük, hogy ezek olyanokat jelentettek, hogy titkos összeesküvők érkeztek Kárpát New Yorkból, és azok Zemberle B2 kartárssal megbeszélték, hogy a fennálló népi demokratikus rend ellen szabadságharcot fognak kirobbantani. Várom, nem ilyenek. Tegnap fagylaltot evett, lehetett látni az egyik gombot, piros volt, a másik fehér volt. Tehát ennek nincsen súlya, egy súlya van, demoralizálni, bizalmatlansági válságot előidézni, és ezzel egy egész ország erkölcsi tisztaságát tönkretenni. Na most hangsúlyozom, mivel nincsen még mindig lista, ez mit jelent? Az, hogy ezt az apparátust dolgoztatják és foglalkoztatják, és hogy milyen nagy nevekről van szó, néha még egy Oscar-díjas filmrendező nevét is kidobják. Pedig ő aztán tolta a szekeret, nem is értette, mert nem neki szólt az üzenet. Hát gondolom tudjuk, hogy ilyenkor mi történik. Figyelmeztetnek a környezetbe egy nagyobb halat. Ne nagyon ugrálj, mi ezt is megmerjük tenni. Tehát ezért, amíg lehet, amíg a nemzet kezében van saját sorsa. No, tehát rátérve a kínos kérdésre, mondta, kit választanál, ebben a sorozatban megyünk tovább. Most már tényleg csak arra van idő, hogy a dolognak az ide vonatkozó üzenetét vegyük észre. A rendszerváltás egészen máshogy sikerült volna, ha az előzmény nem az István a király rockopera lett volna. Na most sokakat megbántok, megint lehet hallani, hogy palotaforgalom, hogy ezt a nagyon jó magyar művet, persze, miért kell, hát a Levi az nagyon jó ember, nem Szörényi Leventéről van szó, már azonnal meg kell említenem. Ő egy nagyon tehetséges, elhívott ember, nem akarok ezzel a kérdéssel foglalkozni, nem is Bródi Jánosról van szó. Bródi János nagyon tehetséges ember, őszinte ember, nyílt ember, nem egyszer elmondja, hogy ő úgy magyar, és akkor hogyan lehetne ezt szépen folytatni? Hát úgy magyar, hogyan lehetne szépen folytatni? Nem tudom, mert dehonestáló lenne. Ő egy eléggé nyílt szavú ember, néha már a trágárságát is tette le érni a hasonlatainál. Tehát olyan életművész, erre szokták azt mondani, de inkább a szleng irányába életművész, mint a magas műveltség felé hajló tisztasággal működő ember. Na most az ő történelmi tudását nem lehet számon kérni, mert nincsen. Na most itt kezdődnek a problémák. Hogyan lehetséges az, hogy az István a király
dalszövegét egy olyan ember írja, aki nem ismeri a magyar történelmet. Ez az egyik. Kettő. Milyen regényből dolgoznak? Ezredforduló a regény címe, ki a szerzője? Boldizsár Iván fia, Kony Zsuzsának a volt férje, már meghalt ez az ember. Na most ő nemzeti hovatartozását tekintve, népségi hovatartozását tekintve ki lehet találni? Kérdezzük meg Bródi Jánostól. Na most itt lehet érzékelni, hogy mekkora a probléma. És ezt a cuclit, akármilyen kormányhatalom regnál, augusztus 20-án mindig benyomják a tévéképernyőink keresztül. Mondd, te kit választanál. És akkor lehet választani. Van egy hazaáruló, és van még egy hazaáruló. Az egyiket hívják hazaáruló egynek, másik neve, népszerű neve hazaáruló kettő. És mondd, te kit választanál. És miközben a magyar már halomra gyilkolta magát a darab végén, már mindenki ott fekszik kiterítve holtan, megjelenik a túlélő. És bejön Magyarországra. Ki ő? Bródi János. Na most, ha ennentől kezdve valaki ezt dédelgeti, most ahhoz tényleg már egy szavam nincsen. Az tényleg nincsen. Mert ennyire ostobának nem lehet lenni. Ennyire ostobának nem lehet lenni. És maguk a szerzők mondják el, de ez tényleg nagyon fontos tanulság. Maguk a szerzők mondják el. Ez nem Istvánról és nem Koppányról szól. Ezt az acélit kultúrpolitika térden állva könyörögte ki tőlük. Miért? Mert érdekli a szerzőket a történelem, készül a mű, megvan a forgatókönyv, és acél-acél művében jönnek a felismerések. De miért Acél Györgytől kell megtudni, hogy ez nem Koppány és nem István? Maguk a szerzők interjúban, Népszabadságban, Magyar Nemzetben, rádióban elmondják. Az akkori pártvezetés az egyik szereplőt Kádár Jánossal azonosította, a másikat pedig Nagy Imrével. Na most elmondja a szerző páros. Ha mély az interjú, elmondja. Akkor hogyan lehetséges az, hogy augusztus 20-án határon innen, határon túl, most már gyermekekkel is játszatják. Tehát ez olyan, mint a búvópest is, terjed, már nem lehet megállítani. Miért? Mert nagyon jó a felhozatal. Hihetetlenül jó. Jól van megkomponálva, van történet, tehát nyomon lehet követni dramaturgiailag, az összes többi művel egybevetve, a többinek nincs dramaturgiája. Azt gondolom tudjuk. Tehát a Attilának, vagy a, nem is tudom, a hogyan folytatódott Esztergomba volt az ősbemutató annak idején, ahol a... Ez már se füle, se farka nem volt. Na ennek viszonylag volt. És tényleg egy ilyen kiéhezett pillanatban, rendszerváltás előtt. És nem figyelünk oda arra, hogy amikor manipulálás történik, akkor a manipuláló az nem biztos az, aki a művet megalkotja. Ő csak valamit csinál. De onnantól kezdve, hogy mire használják fel, hát ez egy rockopera lenne, kész egy rockopera. Na de így kezelik? Történelmi hűségűnek tekintik. Miért? Mert Nemes Kürti tanár úr adta a szakvéleményt. Na most Nemes Kürti viszont már sokkal jobban, hogy úgy mondjam, ebben a kérdésben tetten érhető, mert amit nem tud Bródi János, miért tudná a szerencsétlen? Nem is érdekli, tehát ez a lényeg, nem is érdekli. Ha megkérik, hogy a méhet házas életéről írjon valamit, ír. Megkér, hogy az imádkázó Sáska imáját írja meg egy oratóriumban, megírja. Nem tűnik fel? Bedobják a pénzt, meg kiköpi a végeredményt. István a király, megírjuk. Na most milyen mozzanatok vannak benne, magyar nemesek? Magyar nemesek. Volt is, lesz is, ez itt a praxis. És hogy állítja be a magyar nemest?
aki vérével szolgálja a magyar haza szabadságát. Ahol többet fizetnek, volt is, lesz is, ez itt a praxis. Hangsúlyozom, hogy ez megmaradt volna két rock zenész magánszámaként, semmi gond nem lenne vele. És nem ők tartoznak elszámolással, hanem azok, akik ilyen arcátlan szemétséget, amit a nemzet ellen elkövetnek, a rajongásukkal hitelesítenek. Most itt tényleg észnél kell lenni. Ugyanis, amikor felmerül a kérdés, hogy mondd, te kit választanál? Megjelenik egy fiatal István, akinek egy erénye van, ez is éppen elegendő, van egy kibírhatatlan házsártos vén öreganyja, aki az édesanyja, ez lenne Sarolta fejedelemasszony. És van egy Gizella nevezetű, nagyon kedves, alázatos, kicsit németes, de kultúrát hoz, azért mégiscsak felesége. Az nem azt mondja, hogy István, hát azért többet várnánk tőled. Hát itt az a kérdés, mondd, te kit választanál. Adjál programot. Program az nincs. Gizike van, mama van, meg úgy egyébként fel kell venni a kereszténységet. Most az ember úgy, na jó, semmi baj, megkérdezzük koppányvezért, tud-e valami bíztatót, mondd egy program. Ismerjük. Bizánc jelét magamra vettem. Elhangzik a darabba? Elhangzik. Akkor hogy lehetséges az, hogy koppány ebben a darabban, és akkor emlékezzünk a táltosnak a szólamára. A táltosnak. Aki egy látomásban látja, hogy Mohácsnál győzni fogunk, György lesz a királyunk, és akkor nem tudom micsoda, és a táltossal van egy nagyon fontos ügy. Hiánya van, vagy a többlet mutatja meg, hogy ő táltos. Tehát több csontja van, vagy kevesebb csontja van. Ezt nevezik fekete mágiának. Tehát egyénileg érthető. De amikor már egy nemzetnek szól az üzenet, akkor viszont számon kell kérni. Hát azért ne felejtsük el, ez körülbelül az a szint, amikor Jézus Krisztussal szórakoznak, ilyen típusú módon, akkor föl tudunk hördülni, táltossal se szórakozzanak, de nem fél lábú egy táltos. Hanem ha a lábát nézem és ló, akkor nem négy lába van, hanem öt vagy hat lába van. Ha embert nézek, akkor nem annyi foga van, hanem több van. Nem annyi ujja van, hanem több van. Na most hogy jelenik meg a darabban a filmvásznon? Ma most a filmről beszélünk. Gondosan ügyelnek arra, hogy pedig meg lehetne oldani azt, hogy ez ne hangsúlyozódjon. De bizony hangsúlyossá teszik. Most ennyi véletlen, ahogy mondani szokták, így roham munkába, tényleg elképzelhetetlen. Tehát koppány, gyere csak ide, akkor most légy szíves, mondd még egyszer el. Előbb azt mondtad, hogy nem tűröd a papok hatalmát. Most viszont azt mondod, hogy Bizánc jelét magadra vetted. Na koppányjártás, figyeljen ide. Ismeri maga a bizánci papokat? Vagy belőlük lesznek a pópák? Tetszik tudni, hogy egy pópa mit művel a Balkánon? Vagy Erdélyben, vagy Romániában? Hogy kit kire úszít? Hát most azért lehetett a balkáni háború óta tudni. Teljes az űrzavar. És akkor vannak ilyen emberi pillanatok, amikor jönnek koppány kedvesei. Hát ezt legalább jól válogatták ki, bár már nincsenek emlékképén, csinos nők lehettek, mert úgy nem arra figyeltem, hogy milyen rondák. Tehát úgy ez úgy nem maradt meg benne. De ugye, mint egy ilyen... Na, tehát ilyen, mit tudom én, milyen szokás rabjaként ott a panlagon, ott eltopja magát, és akkor hódító, csábító asszonyaim, bujaingoványba húz szerelmetek, és innen megtudunk valamit. Hát ez a koppány, ez egy tudathasadásos, zavaros, erkölcstelen, ez mindent elkövet, amit erkölcsi vétségként fel lehet hozni. Nincs önálló világlátása, lázadunk, de bizánc jelét magunkra vettük.
bár hogyha ő bizánci elét magára vette, bizánci pap keresztelte meg, nem bírom a papok, ha beteg, súlyosan beteg mintázatot ad. Tele van mai közéletünk beteg emberekkel? Na de itt van a közelmúlt, hogy mondjam, lélektani forrásának az oka. Mert ezt kisfiútól, nagyfiúig, mosónőtől, géplakatosig mindenki, hogy úgy mondjam, hallgatta mi, mert olyan volt a történelmi pillanat. A három T közül a szelepet most már a támogatjuk szintén nyitották meg. Ha ezeknek történelem kell, nemzeti tudat, megkapják. Nem a szerzők, hangsúlyozom állandóan. Itt már a mű életével foglalkozunk. Szóval lehetne a szövegíró Petőfi Sándor is, ugyanígy elmondanám, hogy Sanyi, most nagyon mellé lőttél. Tehát, hogy érthető legyen, nem arról van szó, hogy most személyeket kritizálunk, hanem teljes a fejetlenség, felelőtlenség, de a dicsőség babérjára azért igényt tartanak. És azért ne felejtsük el, itt pénz is folyik. Hát ebből azért meg lehetett tollasodni. Szerzői jogdíjak, színházak játsszák, vég nélkül lehet a példázatot folytatni. Na de, hódító, csábító asszonyaim, buja ingoványba húz szerelmetek. Na most melyik az a család az emberiség történelmében nemzetség, amelyik a legtöbb szentet adta az egyháznak? Az Árpád ház, a Turul nemzetség. És mi egy Turul nemzetségből való koppányról, na ez a bűn, na ez most már bűn. Mert ez azt jelenti, hogy a tiszta forrásba a szennyvizet saját magunk, hogy úgy mondjam, csatlakoztassa. A forrás meg fog tisztulni, de közben néhány embernek, hát azért ne felejtsük el, ott szennyezet marad egy darabig. Abba az életben már lehet, hogy nem tud a szervezete visszatisztulni. És ez a szervezet most a gondolkozás. Nem tudnak gondolkozni történelmi kérdésekről sajnos nagyon sokan. Koppány István, véres kard, lemennek a redők, szétszaladnak a lovak, és teljes káosz. És észre nem veszük, hogy itt megosztják a nemzetet. Kezdődik 1526 után katolikus református. Nem jön be. Kiderül, hogy nem jön be. Miért? Észreveszik a magyarok, hogy itt mire megy ki a játék. Megkaptartják mind a két felekezetet, és milyen gyönyörű a név. Felekezet. Tehát ez azt jelenti, hogy most látszólag meg vagyunk osztva, de ez a két oldal az egységet mégiscsak képviselni fogja, ha odafigyelünk, ha a szívünkre és nem a buta prédikációra hallgatunk olykor. A református egyház menti az ősvalláshoz vezető utat, a katolikus egyház pedig hát ugyanezt az utat menti, de megtartja mondjuk Boldogasszony Szűz Máriát. És nagyon szép az a tisztaságos törekvés, ami református egyházon belül tetten érhető, pedig tudjuk, hogy azért ott nagy elfogultság van a szentek iránt, amikor református lelkész szószékről azt mondja, hogy a Boldogasszony anyánkat énekeljük el. Szem és fül tanúja voltam, nem egy alkalommal. Na most ezek azért olyan helyeken vannak, hogy nem lehet a központból mindig egy ellenőrző bizottságot oda küldeni. Tehát érzik az emberek, érzik, hogy ez a vallási megosztottság, ez felületes. És nekünk nem a felületen kell élezni a helyzetet. A másik pedig, amikor ez már nem ment, na akkor jött a történelmi. És Koppánnyal és Istvánnal kezdődött. Na de mikor? Majd azt látni fogjuk, de a hódító, csábító asszonyokat még el kell intézni. Hát én örömmel egyébként, de az már mindegy ebből a szempontból. Tehát úgy elképzelni egy magyar vezért, egy árpádházi vezért, hogy van néhány hódító, csábító asszony, aki időnként úgy megfogja az övön aluli részét, és akkor gyere Koppány, megyünk sétálni. Tehát azért férfi nem így viselkedik. Na most milyen képet kapunk Koppányról? Kiderül, hogy a legzavarosabb, a legbutább, a legváj olyan értelemben a bűn felé hajl, a teljes káosz, személyiség szétesése felé hajló képlet. És ez akar nekünk szabadságot adni. És amikor megjelenik egy drámai pinna, az hiteles. Azt el tudom képzelni, hogy a történelemben is így történt.
koppány sátrában megjelenik István. És mit mond István? Az, hogy legyen tiéd az ország és a korona. Na most ez egy olyan sugalmazásos pillanat, amit a ezreforduló regény írója, lehet, hogy valahonnan, hogy ma mondani szokták, listen lejött neki, és benne maradt. Ez tényleg olyan, hogy na hát ilyenekből fakadnak mondjuk dráma irodalomban az igazi konfliktusok. Tehát ezt lehet hitelesíteni. Na erre mi Koppány válasza? És halmazati bűnként mi a válasz? A pusztai úrként jelenik meg, és mit mond? Késő most már mindezt újra átgondolni, elkésett a békevágy. Énekli a dalnok nevezetű besúgó. Na ez jelenti azt, hogy egy ország ekkor került válságba. Egy velejéig romlott koppányfigurát, egy abban az időben dalnok álnéven besúgó, amúgy ténylegesen ünnepel sztár, propagál. Most ez valami iszonyat. Én nem Vikidál Gyulára haragszom. Ez egy nagyon egyszerű, rendes ember. De az erkölcsi akadályt ott leverte. Ott leverte. Hát ő egy ilyen, nem tudom milyen tiltott zenekarnak volt a frontembere, nyilván megbeszélték vele a dolgot, és utána a karrier így szaladt tovább. Tehát ő kivált abból a mobilizált alakulatból. Na most hangsúlyozom, senki nem haragszik senkire. De ezt az erkölcsi problémát látni kell, na ehhez nem szabad most asszisztálni. Akárki az a név. Ilyen emberekkel magyar közéletet egy erkölcsileg tiszta pillanatban még csak véletlenül se próbáljunk megtölteni. De ez tényleg demoralizál. Nem kell bevetni karhatalmat, nem kell bevetni titkosszolgálatot, ez a métej magától. Hát ez a kádári összekacsintunk. Hát ő is egy rendes besúgó, ő is egy rendes dalnok. A Koppány is felvette a keresztséget, hódító, csábító asszonyai farkincájára kötöttek egy kis sineget, hát ilyen ez a Koppány vezér, nem baj, de legalább késő most már átgondolni. Na most ez azt jelenti, hogy nem tud gondolkozni. Válságos helyzetben nem tud dönteni. Magyarul tragédiába taszítja a nemzetet. Mondta, kit választaná? És itt lehet érzékelni, hogy micsoda manipuláció van a felszínen, elég egy jó dallam, elég egy megnyerő, mert azért Vikidál azért nem akármilyen jelenség. Tehát azért meg tud ő jelenni, ha arról van szó. És ez már elég a cucli bevételéhez. Na de hogy felhorkannánk, ha mondjuk ezt a Krassó, azt nem azt a nevet akartam mondani, Esteti a haját, a Nemzetközi PEN klub elnöke volt. Íróról van szó. Hogy? Konrád György, igen. Na mindezt Konrád György mondaná, akkor viszont észrevennénk. Sőt, tiltakoznánk. Na de nem Konrád György mondja. És ott lobog a piros-fehér-zöld zászló. És milyen jó, hogy azt mondja, hogy későn most már mindezt újra átgondolni. Nekünk se kell gondolkozni. Miért? Mert nagyon késő most már átgondolni. Hihetetlenül késő. Meg fog halni mindenki a csatatére, nem baj. Késő most már átgondolni. Hát egy jó hadvezér, az miről nevezetes? Olyan, hogy késő, ilyen nincsen. Van egy helyzet, és azt meg kell oldani. Ha nem tudja megoldani, nem lesz belőle Hunyadi János. Nem tudja megoldani, nem lesz belőle igazi Koppány. És mit nem lehet ebből megérteni? Na de, visszaugrunk, még van bő 3 óránk a szünetig természetesen. De igen, jó. De még bő 3 óránk van a szünetig, most már tényleg be fogom fejezni. Hát nem ezt a vonalat akartam választani, de hogy érthető legyen, ezerféle szálon történik ugyanaz a manipuláció, ezerféle szálon. Ha nem azt a cuclit nyaljuk be, mert Kristó Gyulán azért mégiscsak látszik, akkor majd jönnek a komponisták. És milyen szépen zenélnek hozzá. Milyen ünnepélyes látni a sok piros-fehér-zöld zászlót. Hát tiltják azt, hogy magyar zászló lobogjon, és egyszer csak engedik. És arra már nem figyelnek, hogy a zászló alatt pedig nem magyarok,
nem a magyar ügylőre. Hát ilyen bőrdi trükköt, ezt már Trója védői óta lehet tudni, hogy ilyennek nem lehet bedőlni. Valóban ki volt a trójai falóban? Ezek a falovak, ezek a... Tehát ez nem olyan, hogy most a tömegkommunikáció idején valaki számítógépen kitalál egy új trükköt. Hanem annyira régi és ocska trükkök, és mivel az ember is ez a csodálatos, jó lelkű, naív és tiszta, ezért lehet naponta ilyen ocska trükk, mert nem feltételezem a rossz szándékot. Nem is szabad feltételezni a rossz szándékot, csak látni kell a hazugságot. Most ha nem látom viszont a hazugságot, akkor van nagy erkölcsi probléma. Az azt jelenti, hogy belül vannak zavarok. Belül vannak. Tudom, hogy kényes, tudom, hogy kínos. Mondok egy példát, én Hangas Bélát úgy ettem, mint a nem tudom mit annak idején. Szamizdatba lehetett hozzáférni. S voltak barátaim, akik csak azért, hogy velem ellenkeznek, azt mondták, hogy ez hangos. És akkor szinte késre menő vita, hogy ez a szent ember, hát olvasom fel neki. És egyszer csak kezembe akad az öt géniusz. Öt géniusz. És elkezdem olvasni, és látom, hát ez nem így van. Hát ez sem így van. Hát ezt én tudom, hogy ez nem úgy van. És látom, hogy hazudik. És akkor döbben meg az ember. Tehát a sciencia szakrába is hazudott. A tabulas maragdinába is hazudott. Csak mivel ott nem annyira pontos az embernek az ismerete, észre se vette ezt a bájolgó, és nagyon könnyen olvasható, és nagyon erkölcsösnek tűnő mondatfűzért. El sem tűnik. És ő volt az az ember, aki 1956 után már 57 tavaszán levelet ír, és mit ír. Ő, mivel nem vett részt ezekben az eseményekben, könyvtárosi állását szeretné visszakapni. Akkor gyerekek halnak meg az utcán, és azt a büntetést kapta a sorstól, amit megérdemelt. Milyen napon halt meg? November 7-én. Na most abban az időben, ha ember volt az ember, igyekezett a halálát úgy időzíteni, hogy az ne essen április 4-ére, és ne essen november 7-ére. Tehát azért a sors néha nagyon helyre tud bizonyos dolgokat tenni. És ha először megtalálom azt a biztos fogózkodót, mert ezt nem kapjuk meg az élettől, a sorstól, hogy én magamba való bizalommal rádöbbenjek, hogy nem így van. Tehát ezt kell megtalálni. És azért nagyon meg lehet találni éppen ennek a darabnak az okán is. Minden esetre a Montekit választanál eseményeknek a másik áldozata, az tényleg maga Szent István. Azért tegyük szívünkre a kezünket. Hoppány nagyon mutatós, de én belegondolok, hogy azon kívül, hogy egy nagyon tehetséges ember, kedveltünk meg, és nem Koppány mutatkozott be, hát semmit nem tudok meg Koppányról. Na de ki ez a Szent Pista, aki itt is megjelent? Jó, hát jött Gizella. Most én nem kedvelem Gizellát, de tudni kell, hogy olyan családból származik, mindig a német-római császári családot emeljük ki, nagyon helyes, de van neki egy dédanyja. Na most a dédanyja kinek a testvére, vagy kinek a lánya, mert itt dúl a vita. A mi búcsúvezérünknek. Búcsúvezérünknek. Tehát innen már értem, hogy Gizella miért jut itt ilyen hatalomra. Van egy dédmama. Hát minél több szülő, nagyszülő, annál több ős. Van egy ilyen csatlakozási vonulat. Tehát ez történelmi tényel. És innen lehet érteni azt, hogy már a középkor vége, Mátyás király idejében Gizivel nem tud elszámolni. Mert van egy Gizella, aki Szent Imrének az édesanyja, és van egy Gizella, aki Vazul megvakítatását és fülének kiiktatását elrendeli. Nem fér össze a két szerepkör. És már a középkor végén egy Heltai Gáspár jelzi, aki magyar nyelven ír már történelmkönyve, hogy itt van egy probléma, Szent Istvánnak két Gizellát adott a sors. Mert kétszer házasodik, és a sors vint arra, hogy a másik nő is Gizella. Na most egy biztos, ez egy nagyon érdekes magyarázat, sok mindenre választ ad,
de hogy a problémát érzékeljük, ezt mégiscsak el kell mondani. A másik viszont Sarolt személyére vonatkozik. Minden magyar krónika elmondja, Képes krónikából idézek, 1358, Nagy Lajos király kora. Minden magyar krónika, és leginkább ez abban a korban, eltelt 358 év. Szó szerint idézett Sarolt olyan gyönyörű szép asszony volt, hogy a tartománybéli fejedelmek szépségéről mind a mai napig énekeket, tehát ezek a lantosok és énekmondók erről zengedeznek a fejedelmi udvarokba. Na, hogy jelenik meg Sarolt? Hát először is, én nem tudom, Koppányt én nagyon kedvelem úgy amúgy, de a konfliktus érthetetlen. Hát ha mi Koppányunk tényleg ilyen, hogy egy üvöltöző vénasszony kegyeit akarja elnyerni, akkor azt mondja az ember, hogy Koppány, hát lehet, hogy nem is négy részben kellett volna, hanem itt valami sokkal nagyobb bajban. Tehát most már figyeljünk, halmazati az ügy. Hódító, csábító asszonyaim, ugye? Buja ingoványba húz szerelmetek, de nagyon törődött a fiatalember, és azt mondja, hogy most hagyjatok. Miért? Mert mindjárt jön Pista, akinek el kell mondanom, hogy késő most már mindezt újra átgondolni, és nagyon késő. Ez maga a tudathasadásnak a szintje. Teljes káosz és teljes tudatzavar. Na most Sarolt pedig egy ritácsoló vénasszony. Az ember ugye elképzel a Daliás Árpádházi herceget, nicsak itt rikácsol egy vénasszony. Nocsak, házasodni akarok. Bekopog, hát Koppány az koppan. Bekopog, és azt mondja, hogy kiszól Sarolt, ki rikácsol, ki van ott. Egy deli fiatal lovag van itt. Nem baj, mondja Sarolt, mert én pedig egy öreg, vén, ronda, rikácsoló vénasszony vagyok. Koppányunk megpödri a bajszát, és azt mondja, asszonyom, a vitézi és lovagi szolgálat nem ismer korlátokat. Na most, már én is kidőlök ettől a... De most jót nevetünk rajta, mert tudunk fordítani a dolgon. De bizony erről van szó. Tehát egy teljes, tehát úgy elképzelni egy Daliás Árpádházi herceget, szerintem az arab nem is érti az ember Sarolt szerepét. Hát minden krónika elmondja, és Nemes Kürtinek erre kellett volna a szerzőket figyelmeztetni. Sarolt gyönyörű szép asszony, miért? Mert a mi Géza fejedelmünk is bizonyíthatóan kétszer házasodik. Ez nem vita téma, ezt leírja Padányi Viktor, emigrációs történetírás, és leírja Szekfű László, a leghivatalosabb, legortodoxabb, éppen Kristó Gyula közéhez tartozó szegedi társaság. Ez nem vita téma. Először egy Adalhegy nevezetű lengyel lányt vesz feleségül, Géza fejedelem, az kimegy a képből, és utána, és ami, hogy érthető legyen, olyan gyönyörű, szép Sarolt, de annyira szép, hogy még Gézának is pedáloznia kell. A krónikák ilyen szálakat nem nagyon szoktak felvenni, de külön érzékeltetik, hogy Gézának nem volt könnyű. Miért? Mert ő nem úgy akarta Saroltot fejelőségül venni, hogy én vagyok Magyarország fejedelme, kislányát azért tudod, hogy van, azért mégiscsak úgy illik. Szerelembe esett. Na most, ha valaki szerelmes valakibe, akkor leginkább mit akar elkerülni? Azt, hogy hazugságra épüljön az a kapcsolat. És addig udvarol már Géza fejedelem is, és addig udvarol, amíg Sarolt, ahogy mondani szokták, hát akkor semmi gond, akkor ő lesz az. És itt jön a második dráma és fordulat, az, hogy István pedig nagyon fiatal. És képzeljük el ezt a drámai konfliktust. Géza kimegy a képből, ott van István, aki nagyon fiatal, de gyönyörű az édesanyja. És ilyenkor még faluhelyen is, hogy érthető legyen. Hogyan nevezi a feleség, az a feleség, aki ahhoz ment férjhez, akinek van egy öccse, vagyis hogy nevezik az öccsöt? Kisebbik uram. Na most ilyenkor, amikor kidől a bátyja családból,
nem csak Magyarországon, akkor ki örökli meg a házasságot? Ha annyira azt hisszük, hogy na ez már túlzás, vegyük elő az evangéliumokat. Ez nem csak magyar példa, hát Jézus is belekeveredik egy ilyen konfliktusba. Jönnek a fiúk, és azt mondják, hogy a helyzet a következő. Volt egy bátyánk, volt egy felesége. Bátyó meghalt, jött a rangban következő. Ő is elvette a lányt. Ő is meghalt, jön a következő. Na, feleségül vettük vagy heten, semmi probléma nincsen, de mi lesz a helyzet ott fönt? Tehát a mennyek országába ez a nő, kinek lesz a felesége? Na, ezen Jézus is elkaszolja magát, mert azt mondja, hát itt azért nem ilyen szinten dőlnek el a dolgok. Mert a lélek az nem olyan már azon a szinten, tehát olyan szinten ilyen probléma már nincsen. Tehát van a kisebbik, uram. Na most ki lehetett Saroldhoz viszonyítva, ha itt van a Jézus, ki lehetett ez a koppány? Hogy szólíthatta meg Sarolt koppányt? Egyáltalán nem biztos, hogy így, de mondjuk 60-as években még egy családon belül, mondjuk Palócföldön, hogy szólította meg a feleség a férjének öcsét? Kisebbik, uram. Nos, ez a kisebbik úr viszont szerelmes Saroltba. Nos, ez egy olyan tiszta drámai konfliktus, hogy az ember elképed. Ez egy világdráma, most szerelmi dráma. És megnézzük az összes krónikát, hogy mit ír erről. Koppánnyal az a gond, hogy pogány, vagy bizánc jelét magára vette. Szó nincs erről. Megpróbálom szó szerint idézni. Saroltot vérfertőző házasság okán feleségül akarta venni. Na most vérfertőző házasság. Ennyire közeli rokona volt Koppány Saroltnak? Hát Gézának nem volt ilyen problémája? De mi az, hogy vérfertőző? És itt jön egy olyan probléma, nem a fő probléma, de bizony még az utóbbi időben falu közösségekben is számon tartották. Ki döntötte el leginkább, hogy ki kit fog feleségül venni? Ez egy csapatmunka volt. Tehát kell a szerelem is, de kell egy magasabb szintű összjáték is. Tehát ami az ifjú szerelmes pár tapasztalatvilágában nincs benne, az egy anyának vagy nagyanyának már a tapasztalatvilágában benne van. Nem vehetett feleségül jobbágyunk szép lányát. És nem azért, mert jobbágy, mert debilek lesznek az utódok. Debilek. Tehát, hogy ki illik egymáshoz, azt nem egy pillanatnyi gerjedelem dönti el. Van egy utolsó búcsúzó definíció, ezt már mondtam, de jegyezzük meg, ilyen szeptember végi példázatként. Tehát altesti gerjedelem, ez egy nagyon komoly egyenlet. Tehát altesti gerjedelem plusz kebelbéli szimpátia az, nem egyenlő a szerelemmel. Az altesti gerjedelem kebelbéli szimpátiával. De azért ritkán látni olyat, aki képes mondjuk pusztán, na hát, már nem ismerek itt ilyen érzékeny területeket. Tehát valami vonzalomra tényleg szükség van. Na de a szimpátia még nem azonos a szeretettel. Tehát hogyha most így kategorizáljuk. Tehát itt hatalmas nagy problémák vannak. Tehát látni kell, hogy illik, gyönyörűen világosít fel bennünket a nyelvi műveltségünk, hogy illenek egymáshoz, test, lélek, szellem szintjén. És amikor megvan az illés, tehát ha nincs olyan vita, hogy te erre, én arra szavaztál, és akkor most mi lesz? Teljes az egység, miért? Mert pártalkotva a teljességet képviselik. Tehát a férfi férfiként nem egészen, a nő nő nem egészen, de együtt az életnek egy bizonyos szakaszától kezdve saját életüket egymásban tudják kiteljesíteni. És az élet az gyümölcsözik. És nem mindegy, hogy a vérben milyen tulajdonságok öröklődnek. Tehát amiről a krónikák beszélnek, azok egyre figyelmeztetnek,
ez most sovány igaz, mert sokkal izgalmasabb ügyről van szó, hogy érzékeljük például, milyen drámai konfliktusból lehetett volna egy ilyen zeneművet kirobbantani. Valami elképesztő módon szépen meg lehetett volna csinálni. Tehát, és itt jön a következő, hogy ez a ti ügyetek, igen ám, de ez egy turul nemzetség. És minden növényi nemesítő, tehát növényi és állati kultúrával foglalkozó nép tudja a következőket. Például egy rosszabb kiadású fát gyümölcsoltással föl lehet javítani. És ez már üdvtörténelem, hiszen gyümölcsoltó boldog asszony. Tehát föl lehet hozni egy meglehetősen erőteljes, de különben bunkó életformát egy nemesebb szintre. Na most ugyanez van meg az állattartásban is. Tehát föl lehet javítani állományt, és egy vagy egyetlen egy rossz keresztezéssel egy egész ménestől el lehet búcsúzni. Hát ezzel nem lehet játszani. Mert az ősök, azok milyen energiapálya mentén születnek újjá tulajdonságok révén a megszületett gyermekben? Hát a vér szava. Tehát a vér tulajdonságaiban mi nem magunk vagyunk, hanem mindenki, aki előttünk élt. Tehát mindenki a vérrel áramoltatja tovább. Hát ezért lehet néha érzékelni, hogy itt már problémák generálódhatnak, erények születhetnek újjá, tehát nem lehet eltekinteni. Na most koppánnyal előjön ez a bizonyos vérügy. Tehát vérügy, és ez tényleg nagyon fontos, miért? Mert van egy vérszerződés. Tehát drámai a konfliktus. Tehát most már nem csak személyes dráma kezd kibontakozni, koppány szerelmes saroltba. Sarolt lehet, hogy szerelmes koppányba. Tehát ez egy külön tétel. Igen, ám, de búcsúként, ha én tudom azt, hogy koppány az vezér, akkor valamire fel kell figyelni. A vezér az vezérlő. A tényleg vezér. Tehát ott egy energia vagy erő vezér áramban megy tovább. A koppány mit jelent? Koponya. A kupa mit jelent? Kettős jelentősű. Én azt mondom órán, hogy nem bennünket ezzel, hogy úgy mondtam, serkentettek figyelemre. Tehát katedráról a vezényszó, a vágás, az mindig kupán vágást jelentett. Tehát a kupa, ez azt jelenti, hogy fej, koponya, ez egy csontrendszer. Na most koppány viszont vezér. És itt van a probléma, hogy ez a vezérlés kit keres? Saroltot keresi. Keresi saját lényének kiegészítő párját, méltó kiegészítő párját. István név pedig mit jelent? Akkor az István nevet kapta, hiszük, hogy Isten is ezt akarta. Mert ami István a görög beszédben, az korona a latin nyelvben. Az azt jelenti, hogy Hagios Stephanos, görögül azt jelenti, hogy Szent Korona, vagy Szent István. Egy és ugyanaz a jelentés. Sanctus Stephanos mit jelent? Jelenti azt, hogy Szent István, jelenti azt, hogy Szent Korona. Na most a Stephanos hova kerül? Mint korona. Hát egy koponyára. És itt válik izgalmassá az ügy, mert megnézzük azt, hogy a vezérlésben milyen baj támad. Keresi saroltot, viszont ha én tudom, hogy ha a kupa névbe egy magánhangzót felcserélek, eljutok a kapuhoz. Koppány testrészei hova kerülnek? Kapukra kerülnek. Na most, van egy kapu, és van egy sarolt. Van egy kupa, van egy koponya, és van egy sarolt. Az S-nek Z a váltópárja. Milyen állapotban van a zárolt, sarolt név változata, sárolt, sarolt, zárolt, vagy zárlat. Na ez már tragédiához fog vezetni. Tehát zárlat keletkezik. Most a zárlatot hogy szokták, hogy úgy mondjam? Megnézik, hogy hol van, ott vágnak, és aztán újra egyesítenek. Tehát zárlat van a vezérlésben. Most ha valaki arra gondol, hogy
hogy azért mégiscsak jobb, hogyha felnégyelik, az nem tudja, hogy mit beszél. Mert itt jön a következő tétel, és ezzel befejezzük, mert nem tudom, hogy meddig tudunk majd eljutni. Egy biztos, mi a koppányt keressük, az igazi koppányt. Istvánt keressük, az igazi Istvánt. István neve koronát jelent, koppány neve egész biztos, hogy a koponya jelentést is magában hordozza. Egy biztos korona nem a könyökre kerül föl. Nem is térdre szokták ütni, hanem helyre szokták tenni. Igen, de a magyar szent koronát, a Sztefánoszt nem lehet egy átkötő minőség nélkül közvetlenül fejre helyezni, mivel jóval nagyobb, mint egy átlagos ember koponyának a mérete. Tehát a abroncsnak a belső kerülete az valamivel nagyobb. Ez nem kör alakzat, inkább egy tojásdat alakzatban rendeződik az abroncs. Tehát kell egy belső tagozat, ezt viszont minden király koronázásra a királynak külön az ő személyes, szabványos fejméretéhez készítik el. Na most hogy hívják ezt a sapkát? Kappának hívják. A kappa közvetlenül kerül a kupára. Véletlenül a kappa név és a kupa név és a kapu név nem egy nyelvi világhoz tartoznak hozzá. És amikor az ember ezt úgy nyomon tudja már követni, akkor jön a következő döbbenetes, hogy úgy mondjam, ráismerés, mert ez ténylegesen így van. Hát a abroncsot egy keresztpánt kupola boltozza be. Na most abban a pillanatban, amikor a kappával bélelt koronázási szertartásra előkészített korona a király fejére kerül, akkor a király koponyáját, a keresztpánt a Sztefánosz hány felé vágja? Négy felé vágja. És akkor már koppány és István nem hadi lábon állnak egymással, hanem egymástól elválaszthatatlanok. És a 2000. év ennek a jegyében indult. És ezt kell megjegyezni. Mert miközben átvitték a magyar szent koronát a Sztefánoszt az országgyűlés épületébe, az akkori miniszterelnök beszédet tartott. Most ezzel zárjuk. Azelőtt minden szónok, minden kormányzati időben, házelnöktől kezdve, Antal Józsefig egy példázattal élt. Ne koppánykodjunk! Hányszor hangzott ez el? Mondjuk keresztény demokrata öreg pártelnő, házelnök valamit frappáns módon akart elintézni. Felkérem a képviselő urakat, ne koppánykodjanak! Mi ez, hogy ne koppánykodjanak? Hogyan kerül be egyáltalán koppány az országgyűlés képviselőinek nyelvezetébe? Mit akarnak ezzel érzékeltetni? Antal József tetszettek volna forradalmat csinálni, na ne koppánykodjanak már. És 2000. január 1-én történik valami. Miniszterelnök az akkori ott van a pulpituson, és következő módon kezdi a beszédét. Itt van velünk koppányvezér, és Szent István király. Na most ez egy olyan mondat volt, hogy ott az ütő, ahogy mondani szokták, megállt a levegőbe. Egy pisszenés nem lehetett hallani. Nemes Kürti tanár úr horkolását lehetett néha érzékelni, az éppen ott szuszogott ott a valamelyik karzatban. Én többször visszanéztem, mert a televízió többször adásba adta, hogy azt a lélektani pillanatot televízió képernyőjén nem lehetett érzékelni már. De ott a helyszínen igen, egy döbben nagy csend volt. Na, erről van szó. Tehát innen kell kiindulnunk. A nemzet egységéből. Aztán a többit majd a nemzet vezérlő szelleme, a magyarok istene eldönti. Köszönöm szépen a figyelmet.